szasz, gyere! A szasz, gyere! Meg 3000 alatt vagyunk. Úristen, mi történt veled? Rendes előjöttem. Én a taskó kuki tavasszal. Lejárt egyáltalán a 10 perc. Úristen, elhamarkodott előjövetel. Most zavarba is vagyok egy kicsit. Bazd meg. Most mi lesz velünk? Észre se vetted a zeneváltást, már megint egy profibalban dolgunk. Hello mindenkinek Magyarországról, ismételten. Mint az elmúlt 860 alkalommal, ugyanis azt hiszem ez a 861. stream. Jézusom! Hello mindenkinek, szevasztok! És nagyon szépen köszönöm azt, hogy bekapod a paszt! Hogy mondhatsz ilyet megint, basz meg élőbe? Nem veszed észre? Elnézést. A kollega megint elragadtatta magát. Ennyi embert kirúgni egy év alatt, baszlag, ami itt kirúgtam? Hát 5000-en voltak itt alkalmazásba. Te is ki vagy rúgva. Elnézést. Hello mindenkinek, Misika a 25-öt, kösz szépen, Jani! Jani! Ó, de szexi, ez a Jani, ez olyan szexi név, nem? Jani. Mint egy, mit tudom én, egy ilyen portobágyi predátor. Jani. És már csak a kerregést hallod, hogy... Fasz meg. Jani. De nagy bajsza van a predátornak. Megpödri ám. Előveszi a hőérzékelőt, azt mondja, hogy előveszem már a hőérzékelős műszeremet. Érted? Megy, azt leolvassa a villanyórát, ilyen hosszú pálcán lévő nagyítóban. Jani a Predator. Hello mindenkinek, szevasztok! Peti, kösz a szubot, Angéla, a 200-at, Gábor a 25.000 millió forintot, Misika a 25-öt, Jani! Az 50-et, Sanyi a 25-öt. Márián már. Andris a 100 millió forintot. Öreg az 1 dollárt. Már mondom, rendelek már újabb 3 Karesz Energy-t, mikor megláttam. Hogy 5000 a kiszállítás? Hát igen, testvér! Drágaságban, tudod? 5000-ért mit kapsz? A fótin vagy fogatlan leránt, érted? Az a helyzet, hogy ha kiszámolod, hogy 3 tálca energy azon 16 kiló. Hát, hogy ez a probléma. De el tudjuk küldeni üresen a dobozokat, kijön egy 1000-esből! Mert akkor nem lesz meg egy kiló a 3 tárca. Sajnos ez ilyen. Kristóf, kösz szépen a 95 millió forintot, Réka a 100-at. Betty, kösz a 25-öt. Gyuri a szubot. Gabó, kösz az 5 dollárt. Hát az első időszakban egyébként ezzel nem számoltunk, hogy beszoptuk vele a faszt. Elmondom neked, hogy amúgy kilónként van a díjazás. Úgyhogy sajnos ezen módosítani kellett. Ha! Ilyen ez a bicikli. De a bótba elmész ott, ahol kapható, akkor érted, ott nem könn kicsengetni ezeket a dolgokat. Gergő, kösz a 45-öt, Ákos, kösz az 1 millió dollárt! Azt a kurva. Hello, hello, amúgy milyen ízű a cucc? Basz meg. Elment a látásom. Itt vagytok! Halló! Nagyon jó íze van. Ez megint undorító volt, szégyeld magad. Te is ki vagy rúgva! Ma már 2 alkalmazott. Milán, kösz a 3 hónapot! Adrián az 50-et! Hello mindenkinek! Passz meg, megint szarul indítja el. Megint szarul indítja el a streamet ez a hülye. Komolyan néha bazzag olva, hogy saját magam ellensége lennék. Geci. Hát értesítés nélkül indítottam el, hogy merjen bele. Hát most már mindegy. Újraindítsam?
Írjon egy egyes a chatbe, aki szerint túl legyen így ritva. Hello, Marti, kösz szépen a 45 millió forintot. Dóra, kösz szépen a 80 ezer dollárt. Hú, bazd meg, hulladak a milliók. Ha-ha-ha! Úristen! Egyest, valaki egyest írt. Tényleg azt akarjátok, hogy indítsam újra a streamet? Nincs az az Isten gecse, hogy még egyszer újraírjam a szöveget, meg ilyenek. Inkább, komolyan mondom, a faszomat átütöm egy 100-as szöggel. Minden izé nélkül. Érted? Fasz meg. Biztos nem. Ha öten lennénk, akkor utána újraindítanám. Érted? Na, hello, Zoli, kösz a 3 hónapot! Zubka Viki, kösz a 99-et, köszi! Imádom ezeket a csíkokat ide lent, a tarháló csík és a barátait, imádom, geci. Egyszerűen nem is tudom, minek vannak ott, mert bugol, mint a szar. Nem is mozdul fő fel a csík. Fő, ez... Mozdul, főjelentést fog írni az ombudsmannak. Ahon vettem ezt az alertet. Megy a izé. A chargeback! Ah, nem működik a line! Line, it's not working! Excuse me! Bazd meg. Kösz szépen, öreg, az 1 millió forintot! Kösz szépen, aranyos vagy, hát igen, ez így módosult. Benjamin, kösz a 100-at! Angelika, kösz szépen a 25-öt! És Gergő, a 25 millió forintot! Hú, bazd meg! Amúgy Hector és a Dokidővel Mizu. Úgy megbaszta a Dokidőt, hogy habzott egy hétig. Tényleg. És én nem hazudnék. Beengedte a izét. A félszemű angolna beugrott. Zoli, kösz az 50-et, Spider volt az 50-et, hello! Zsuzsi, kösz az 50-et, hello mindenkinek, szevasztok! Hello, hello, hello! Te azt mondtam, hogy holnap nem lesz stream, you know? Remember? Remember! Emlékeztek? Patrik, kösz a 95-öt. Szemed guruljon ki a gyönyörtő. Deák Ricsi, kösz az 50 ezer izét, sastonyást. Meg Dunakavicsot, vagy... Kálmán, neked is köszi! Várjátok már, itt volt egy donét, amit nem olvastam be. Nagyon aranyos volt, és szeretnék neki üzenni, hogy szerelmes vagyok beléd. Atyám, tegnap névaporon megjött a Nedi Németbe, és fasza lett, köszike. Gabom, nagyon szépen köszönöm először is, hogy ennyi év után és viszontlátás, és nagyon szépen gratulálok, és boldog jó étvágyat. Köszönöm szépen. Ákos, kösz az 1 dollár szépestét, elképesztő, hogy akár mennyire van rossz napom, vagy történik. Rossz, mint ma egy perc alatt csírbelünk. Egészségedre válik, haver, szerelmes vagyok beléd. Ákos, érintsük össze azért a bőrgenerátort. Gergő, kösz a 250-et, Ibolya, kösz a 95 ezer milliót. RPZ-i fogunk, bármilyen hihetetlen, majdnem volt délután stream, de mégse. Mert zsizik elszonyok át, mert 3 órát aludt éjszaka. Kézzeljétek, 3 órát. Pazd meg. Úristen. Xeni, kösz a 10 dollárt! Cső atyám, már 2 tálcában letoltam az ember, úgyhogy muszáj volt megint 3-at rendelni. Nagyon szépen kösz, Xeni, és örülök, hogy ízlik, de ne igyál meg annyit, pazd meg! Naponta csak 1-et szabad. Ne legyél már izé, Pac-Man! A besét kiugrik, bazd meg. Érted? Azt utána meg donételhessük a beséket. Misi, kösz a 95-öt, Zsandár az 1 dollárt! Kösz szépen, Zsandár! Kocsat, kösz az 50-et! Hello, hello! Sziasztok, barátaim! Van itt olyan egyébként? Srácok a cseten! Van itt olyan? Van itt olyan? Aki nincs itt! Mert beszélni akarok vele! Hello! Hello, hello! Mindjárt kész a stúdió, be kéne rendezni! Hol vagy, IKEA? Hol vannak a nagy mögkeresések, bazd meg? Az IKEA-tón, meg ezektől, nem tudom mik vannak még. Csöbelix. Vinném nagy haza ingyen a kardisokat, bazd meg. Hogy aztán felszopjam egy videóba. Hogy ez a kardis a izéből van. Bazd meg. Hát itt kell szégyenkeznem. Rendes pénzé megvenni. Mint az emberek. Úristen!
sírtam. De sikerült megnyugodni, bassz meg. Benjamin, kösz a 320-at. Bassz, megint beállt az a kibaszott chat. Ákumra be életbe. Öreg, kösz szépen az 1 dollárt. Benjamin, kösz a 320-at. Dénes a 400-at. Nehogy már fizetni kelljen valami. Viccelek amúgy, de van ilyen izé, akkor szóljatok már, hogy mi van, érted? Érted, mi van? Szereposztó divány lesz a Studesba. Csak mondom. Szuboli? Hello mindenkinek! Na, úgyhogy RP-zni fogunk a mai napon? Az IKEA-ból még húsgombócot is lehet. Ugye? Svéd húsgolyó? Az itt nálam is van. Olivier, kösz a 45-öt! Lacika a 25-öt! Laci a 45-öt! Martin a 25-öt! Ezek a mostani influencerek, streamerek olyan izék, nem? Mindig acizik, hogy mi van? Ingyen akkor urni? Rosszul vagyok tőlük, bazd meg! Ez a Zsuzi is keres 100 milliót egy adásban! Már nem is olyan vicces, mint régen, kaka! Peti, kösz a szubot! Kristóf a 3 hónapot! Hello! Na, úgyhogy RPC fogunk a mai részbe, pedig benyomjuk a bört. Mindenkinek? Aki szereti? Bence, kösz a 100-at! Nagyon rendes vagy, és szerelmes vagyok. Azt a kurva! Hát azt főpopoztam volna azt a postást, Bence. Ezekkel a posta, az egyik lop, a másik földhöz bassza, mi jöhet még? A múltkor meg a gyerek helyett átvette valami idegen, kifizette a csomagot, az hazavitte. Várja az energiait addig. Azt elmegy a postára, geci, azt valaki meg átvette helyette. Ennyi. Alá hamisít, geci, minden. Olyanok vannak, hihetetlen. Le vagyok döbizve. Döbizések vannak, bazd meg. Érted? Hihetetlen. Az egyik postás ellopja, azt visszateszi a doboz érintetlenül. Másik földhöz bassza, véletlenül 4 doboz kárba megy. Hát azonnal mindjárt felhívom a porródorót, a nagyzét, a posta miniszterelnökét, hogy micsoda dolog ez, kérem szépen. Az milyen már úgy, nem? Hogy mész a postára, vársz egy csomagot, azt mondják, hogy hát bazen már átvetted. Ki? Én? Reni, kösz szépen a szubot. De ki is fizette a pali? Tehát nem elég, hogy átvette, ki fizette. Érted? Nem az van, hogy előre fizettel? Most már csörögni kell a köcsögírtóknak itt. El van ment a számuk. Be van bindőve. Be van bindőve az egyesem, bazd meg! Nyomógomboson rányomok, hosszan már híja a köcsögírtókat. Mert úgy látom, nagy kanászadások vannak most a cseten. Most, hogy van új mikrofonálvány, meg passzom tudja. El vagytok szállva magatoktól. Di. Azért most már lófasznak is van vége. Kocsat, kösz szépen a 30-at! Várjatok. Faszom be ebbe a pluginba bele már. Gyürkészem. Atyám, nem soká lesz elvileg Bocskai Kertben is ember! Hol van a Bocskai Kert? Az itt van valahon, ahol én lakok, nem-e? Jó beszélek? Ha? Jó napot kívánok, személyigazolványt! Most már az van egyébként a streamen is, csak mondom. Személyigazolványt kell fölmutatni. Érted? Lesz van, hogy szubigazolás. Tudod, van ez a... mint aki be van ótva. Azt, hogy itt mekkora buli van. Nem láthassátok, mert irigy vagyok. Irigyek utcája. Azt a BTC bitcoinos terminátor. Köszi. BTC, kösz a 333-at. Egy nagy baj, hogy nézek most téged, mert VB-s elejtező egyszerre. Ez nagyon jó zene. A kurva élet! Szevasz! Itt vannak megint ezek a kannibálok. Itt vannak, de képzeld el, bassz meg, a Lalinek csak táncol. Azt nem tudunk vele mit csinálni, legalább a zene jó, bassz meg. Érted? Ezt mondja. Azt a kurva. Yeah, man.
Gyerekek, itt botrányokat rendezünk most megint. Ezek a, izék... Ezeket kikörni, nem turni! Kikörn turni ezeket! Aleska, kösz az egy dodót! Ki kéne turni? Ki kéne, de egyedül kevés vagyok rá, érted? Az az Aleska... Állj le, mert oda megyek a tánc stúdióba, Aleska! Azt odaszarok a sarokba! Hölidegelsz? Várjál már, baseball szütő két. Nincs nálam pénz se. Hú, hát ebből izé lesz. Ebből zseblámpa box lesz. De ez a zene tényleg jó amúgy. Putyaripó. Mi ez a terniper? Nem akarom rosszul mondani. Megint Lali! Lajos! Nem láttad, hogy ellopják a megélhetésünket? Te gyomorék! Te gyomorék! Nem láttam! Ezt a hülyét basz meg! István közt a százat, Anna Maria 200-at. Holnap lesz az utolsó órám, második diploma. Azt a kurva. De aranyos vagy, kösz szépen. És sok sikert. Na leálltatok most már itt a paszomba. Mi a gecit csináltok már megint itt? Fogd már be. Nem volt elég? Nem volt elég? Nem volt elég? Kussolj már, amikor beszélek. Brand ki ezt a dagadt picsádat! Takony menetem azt a nyakadon! Hát már úgy ver az ideg, ha az ír kigyött kabátot lehet ráakasztani a homlokomra. Mi a kurva anyátokat kerestek megint itt? Mire? Mit kerestek itt? Nézd meg, költözködnek befelé, he! Hát, te halljátok az én kis mazsikámat, az én kis drága mazsikámat, az húvval! Itt van, mindjárt sokat nyomdom! Ebből pusztulat lesz, megmondtam! Takarodjatok el innen! Most azonnal mondom! Tirhújatok innen! Kihozni a rezsót! Kihozni a rezsót! Gyertek már! Kihozni a cigány! És már kösz a százat! És kösz mindenki! Figyeljetek már ide, geci! Hát most már tartatottan állapot! Elkön tirhítani ezeket a gyászos geciket! Az a baj, most nagyon sokan vannak! Hát igen, ez probléma! Hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát? Ezen gondolkodom. Hát szerinted hogy? Mit akar itt? A jó Isten sírjon ki titeket lazsáló bankra! Mi itt ez az albidó cigány? Nem bírtok a lyukatokkal, ti réti négerek, he? Ti koboldo! Pusszuljatok innen, mert ebből probléma lesz. Megmondtam, hogy ne popázzál! Pusszulat a gyenki! Tírhújatok el innen, he? Hagyika, szépen a tökföldő. Mi van veled, te őszhajú volt. Éle, lerágja a tök fejüdet a... Figyelj már ide! Öreg, disznó, azt már jösszi a tökök megfelé! Melyikkel, hord? Pusztuljatok el a tök földtől! Hol van ez a gyász? Takarodjál innen, te rákos! Pusztuljál el innen! Pusztuljál el a rákagyomról! He! Pusztulj már innen, he! Letiprod a tök földet! Álljatok le, he! Álljatok le! Pusztuljál el! Pusztuljál el innen! Vigyétek a tökföldről, vigyétek a disznót, mert megölök mindenkit a gecibe! He! Pusztuljatok el a tökföldemről! Menjél innen, te! Borsodi Ronaldo! Tirhújatok innen a gecibe! Most már kezd fővenni az agybizem! Vissza Mazsi! Mazsit hagyjad már békén! Köszönöm Mazsit, ez az albidó cigány! A tökföldet bármelyik letiporja, annak ott azonnal vége, mint a botnak! Csak jó cigány, de ez a volt a Mazsit! Ki lesz tiporva a beletek, gyászfejűek? Figyeljetek ide viszont, ez egy zseniális malac! Minden kicsitója van, érte? Tud minden kérdésre válaszolni. Mazsi, most akarunk élni, vagy nem? Ha? Mikor takarodtok el innen a gecibe, erre válaszoljó. Mert ebből botrán lesz. Ezt megmondom nektek.
Rebeka közt az 50-et, Laci az 50-et, Angéla közt a fél év szubot, Georgina a 100-at, Gábor a 49-et. Na, itt akarunk lenni. Na, látod, ez egy... Na, figyeljetek ide! Először is... A bárnópénzkel megfizetném, én a pőtúrtátok itt a területeket. Világos? De ezt már tegnap is elpopáztam. Érted? Hussolj már, te teszkós hókuszpok, meg ketté húgyozz le! A jó Isten megbasz! Takarodj már innen! Kell a pályás, buzi gyerek! Ha? Meg leszel csiporva! Mint a útszéli kutyafej. Leállsz most már! Faszomat peszegsz itt, mint Póka Lucernásban. Anyádra teszek lakatot mindjárt, te gyászos! Fész az öregedbe! Tirhújatok innen! Tirhújatok a tökföld közelébe! Hogy beszélsz már velem? Megmondtam, hát pusztuljál el a tökföldről! Bazi, hallod? Teniszkönyökös buzi! Attila, hősz az 50-et! Ez lehet, hogy izé meg van veszve. Ez meg van veszve. Háromig fogok elszámolni. Pusztuljál ki innen, most megmondtam. Pusztuljál el, maradjál hókuszpók, geci. Pusztuljatok ki fele. Hát szétváltatok, mint a Mózesnek a tenger, a gyász, hogy aki azt a retkes hólyagos picsátokat. Ezen a vonalon egyik öltök belép, az meghal abba a pillanatban, erre itt megesküszök. Itt megesküszök a Mária Pócsi templom helyére. Ott könnyezik a szobor. Ti is fogtok könnyezni. Pusztuljál el innen. Mi az, hogy te tök földet? Leszúrom a gecibe! Leszúrom! Már megijesztettétek a kibaszóval! Szépen beszélj! Tepertő lesz ma! Gyere magadnak, mert szétteszek lopkóval! Na figyeljetek ide! Ki a vezér köztetek? Mondjátok! Hát? Nincsen vezér! Mi van, nem tudjátok? Demokrácia van? Úristen, de szánalmas! Az önkormányzat elnökei vagyok, jó napot kívántok! Figyelj ide, Dagad! Itt ki kell egyezni! Ellettetek már picsázva 5-6 szó! Nem bírtok a lyukatokra? Há? Akárházzal ütök ki, kétszer adja a térük vissza, öreg. Na gyere, ezt megbeszéljük, oké? Gyere! Gyere, te Dagad, geci! Egyet megütöd, akkor jön 6 helyette. Érted, hogy mit mondtunk? Tomi, kösz szépen a szubot! Andris, hozzatok egy kocsit, mert ezt meg kell beszélni. Ezt a izét, hát. Itt kell megbeszélni, de az egyik testvér az hagyjon jön már velem. Figyelj már ide, te! A 8. kerületi teleponáros, pusszuljál mögőlem! Gyere, öreg! Üljén csak be, Dagad! Sehova nem megyünk, csak nem hallunk semmit a buzi haverja itt, hogy megbeszéljük ezt a dolgot. Szóval te vagy a főnök? Én csak a roma önkormányzatok vagyok az elnöke, vagy de az most nem ér rá, éppen üzleti úton van a szomszéd faluban. Most akkor nem te vagy? Vagy ki az, hát? Nem én vagyok az, a nagy bajusz őrmester, az a testvérem az. Ki vagy kopaszodva az idegtől? Mi a kurva nyádat akartok ti ott csinálni? Hát? Tehát ahogy már elmondtuk, egy... Menjen Zsók, vagy izé Lajos így közben. Egy... Ezek jönnek, he? Hogy csak Lali, menjél, he? Szeretnék ezt a roma majálistottat megtartani, tudja?
azt adott, azt szeretnék egy kutat csinálni, mert most nekünk annyira megtetszett az a kurva hely, érti? Az a tökföld, jaj, a kis drága mazsikám, hogyan érzi magát ottani, jaj, drága... Ebből csak annyit mondok, dagad geci, problémák lesznek, és súlyos árat fogtok megfizetni. Vagy pedig... Vagy pedig... Szóljál a haverjaidnak, hogy pusztuljanak el mögülünk, mert szétlocsantom az agyadat. Ha hogyan szóljak nekik? Nekem nincs nem tudom. Telefonom. Nem tudom. Telepátiában. Küldjél egy izét, egy sámán varázslatot. Vagy a passzom tudja, érted? Nekem mindegy, hogy hogy szólsz neki. Most itt olyan agresszív maga. Jó Isten. Azért, mert már egy hete ott despedtem, mint a piócák. Te puhos tojás. Á, ezek nagyon jönnek, he. Lassítsatok, te meg szétoroltam a zsírod fejét! Van nálatok izé? Hanyas a kabát? Lassítsatok, te meg szétoroltam az uzsit a baszta gecibe! Vaspillára foglak tenni, dagad geci, hogyha nem álltok le. Érted, ez a lényeg. Legalább Mr. Sandwich doboz. Figyelj már ide, Vaspillán leszel. A haverjaiddal együtt, de emellett még a bánópénzt is meg kell fizetni, amit megállapítok most 100 000 dollárban. Nagyon jönnek. Azt a kurva, mi kannibálok ezekkel. Az ajtót kirágják mindjárt. Tudja. Na most akkor milyen összeget mondott? Nem hallottam jó szerintem. 100 000 dollár bánópénz. Te csöves kukorica. Hát mondom neked. Kösz szépen, Dávid, a 100-as, Zsolti az 50-et. Kukókössz a 9-as, Tomi, Andris, ezt oldjátok meg, ez a ti bajotok. Ez a ti bajotok. A csöves bukkásoltók, a vasozgatásban tudod a Istenem, ez ezt a gyomorunk. Álljál meg, öreg! Álljál, ti nem ennél, hogy szétoráltam az agyát a zsíretben! Pusztulsz innen, te varjófejű geci! Pusztuljatok innen! Pusztuljatok el innen! Most mondom, a pusztulat ki ez? Megesszük a nagy gyúkpörköltet, srácok, menjetek innen, testvérek! Menjetek korrektet, testvérek innen! Menjetek innen, menjetek innen, menjetek haza! Menjetek haza, srácok! Nem lesz, hogy értelmesen vezetsz, Tali, most az egyszer! Szálljál ki, szálljál ki! De hova mész, hely Lukas a kerék, te nyomorék? Ez sietetlen. Én szálljak ki, nekem kül kiszállt. Ne, te ne szálljál ki. Állj meg itt, állj meg itt, állj meg itt. Szálljál ki, dagad. Szálljál ki a faszomba. Szálljál ki. Most azonnal ide térdeljen előlem. Ide. Térdel riszkedjél. Térdelj le, te. Figyeljen ide. Szóljál a kis buziknak. Gyöljenek ide. Gyöljenek ide! Ricsik össze 100-at, Eszti a 29-et! Az 50-et! Mindannyian álljatok meg! Hát öreg úr, ezt máshogy is meg tudjuk átbeszélni. Hát erről beszélek, most ezt fogjuk megvitatni, mert állandóan csak ordítoztok, sikítoztok, mint akit baszni visznek. Ott megálljál! Ott megálljál nyakiglám! Megálljál ott! Megálljál ott! Dobd el a fegyvert most azonnal, te gyászos! He? Te szoláriumos hókuszpó! Dobjad el a pegybert! Kobót, kobót, szépen messzé, kobót! Dobd el a pegybert, a gyász! Mi, adjátok vissza a fejemeket! Figyeljetek ide! Ti retek pészkek! Figyeltek! Akkor mi lesz? Te is mész utána! Meghallnál a főnöködjét! Szutykos nyakatokkal. Szépen beszélj, kobód. Szépen beszélj. Jó, jó. Szóval. Egy vissza. Ne teszél az öregre, mert barátod fejébe megy a golyó, megértetted? Szóval. Báró pészken fizetnetek, és eltakarodnatok onnan a mai napon. Felfogtátok? Ej, googoljál le. Az csak a fődük, de ti előfírok. Mondom, felfogtátok, bazd meg.
5 percetek majd. Vagy megdöglik ez a gyászos, meg a dagadt geci. Meg fog pusztulni ez a barjúpejű. Százezer a várópénz, és elpusztultok onnan. Az elmentek, elmentek a gecibe, az ott majál is osztok, ahol akartok. De figyelj már, öreg, gondolj be logikusan ebből, te is megszedhetnéd magad ebből a majálisból. Figyelj ide, teretek! Kiülted a kanapémat! A tökpődet letiportad! Kusoljál! Azt a mazsi ette meg! Ez a mazsi volt! Figyeljetek, elmondom, hogy mi lesz! Rolik össze az ötvénet! Elmentek a kurva pénzérvőek, megmondjuk a Csaba hozzátok, jó? Én is így gondoltam, hogy... Takarodó, lepofázzál! Lepofázzál! Tudtad, hogy a beszéd az fogyaszt a kurva anyádat! Nem menném a szívemre, ha lefogynál! Takarodjál! Ez meg az egyik, a másik pedig még a bírói szakazetta is fogyaszt. Egyébként... Mi ok az erőszakra, fiatal ember? Hallgass már el! Hallgass már el! Akkor a picsa van alattad, mint egy öttalicskás betonkeverő! Hallgass már el! Fogjál fegyverbe, szétvesző kopfóval! Na nézd meg kell! Megint! Megint! Megint mered a nyájadat! Mered? Te megpusztulsz ma még! Békkel lesz! A probléma az, az a probléma, még egyszer mondom a probléma, hogy most elmegyek a dohámba, veszek egy mezitlábas kosútot, mire visszamegyünk, pusztuljatok el onnan, mert tényleg háború lesz, a gyászverjek a nyakatokat, ha megszöktetem az összes hányatokat, az betuszkolom nekik a bőrt egyesében, ezt itt megígérem, érted? Vasvillán lesztek ma este még. Pusztuljatok innen, azt húzzatok el a majálisról a faszomba. Világos? Mert a dagadt geci ki lesz terítve. Rendben? Faszomat vedd be? Ezt még el akartam mondani, köszönöm szépen. Na, akkor hello és mindenkinek hello! Takarodó van a pénzzel! Következő a fejlődés! Ez a izé, ez a hosszú nyakú zsiráf geci. Ez mi, most mi legyen? Ez itt marad, megvárjuk. Béke legyen már, itt a pénz, itt a pénz. Te meg Guszti, vigyázzál magadra. Légy szíves, vigyázzatok a Gusztira. Na, gyertek testvére. Már sebes a térde a Gusztinak, siessél. Hogy de? Gyerik, hogy tényleg meg nem adik, érted? Valaki mi lenne, ha eltakarodnátok a lóvéért, mint annyian? Nagyosan! Na figyeljetek ide! Az Isten bassza meg! Meg kéne ütetni a kocsiba ezt a passzokot. Az lesz, beütetjük, azt arra megyünk innen, ne a nyílt utcán legyünk itt, te öreg! Az a baj! Feljön felfelé! Tudod mit gondolok? Tudod mit gondolok? Mi? Üljünk be a kocsiba, azt beszélünk az öreg! Az a baj, hogy ezeknek a réti négereknek nem elég a szó. Már ötször elmondtuk nekik. Ezeknek valami komolyabb dolog kell. Tehát az, amit én tudom, látszunk, mi lesz öreg, kussoljál, nem te a plapacod. Fogd már be pofádat, te gyapjas geci. Már béreltünk neked egy helyet, Jugi, Lali. Bizony. Menjél felfelé, visszafelé. Jó. De forduljál már meg, Lali, ne legyél már hülye. Állítom, neked geci, te velük vagy, azok is ilyen hülyék, mint te. Ez bántó volt. Valami jó helyet mondom, kell. Mi lesz öreg. Elmondom, figyelj, jó. Elköpődeni ezt a gecit. Mindjárt mondom, van egy ötletem, azt megmondod, hogy jó-e vagy nem? Na. Arra menjél, Lali. Jobbra? Miro, kösz a három hónapot. Benny, kösz a szumot. Balra, takarodjuk ki a Geri, Petra, Lili, de ne itt balra, Roli, menjél, ezután Ferenc, Ricsi. Jó. Olyan vagyok, bazen, mint, neked, mint, hogyha mint egy naptár. Egy, nem is tudom, minek beszélnék. Kösz szépen a szumot és a csillagot. Egy négynek több szavam, mint neked, Lali. Geci, adjatok már gyors egy üdítőt, mert mindjárt kiszárolok. Az egy jó, hogy észrevettem, geci, mindjárt meghalok. Szóval itt van üdítőnk? Igen. Húg fel magadnak az üdítődet, hát. Nem fogadok el ilyen izéktől, rakló tojásoktól. Hát még ezt is felírod a számlánkra. Egyébként meg ti tartoztok nekünk. Újjál már el, mi az, hogy tartozunk nektek? Kitakarítottuk a placot. Milyen kitakarítottad? Oda mentén, az tiszta retek pont. Szálljen ki.
Most az a baj, elmondom mi van. Most ki a főnök nálatok, az a dagad geci? Egyébként? Há? Van még egyszer öreg? Mondom, ki a főnök nálatok, te gyapjas fejük? Hát a dagad geci, nem? A dagad geci? Big Mac. Na ide figyelj, gyere ide velem, ide, ide. Hol van, megy. Te térdepeljél le a gecibe. Benni, köszön 45-öt. Hát, nagyon nagy király vagy, és kösz szépen. Fogom a kezedet, oda fogom kötni. Szépen, dugd át a korláton. Alatta, az egyiket a jobb, másikat a bal. Jó? Jó. Bal oldalon, szépen, úgy. Átnyúlok. Bebilincselem, hogy ne tudjál felállni. Öreg velem. Na? Figyelj, arra gondoltam. Úgyis ilyen gecik. Ide adják a lóvét, amint ide adták a lóvét. Ledobjuk a kulcsot a földre, érted? Jó? És hogy ledobtuk a kulcsot, beülünk az autóba. Oké? Okay? Az a baj, elmondom mi van. Ezt a csövest, vagy az egyiket közülük véglegesen elkülteni lábaló. Ezt, el is erre gondoltam. Ezt a gyapjas geci. Idadják a lóvét, idadják a lóvét, mondom, beülünk az autóba, kidobjuk a kulcsot, persze, amit kidobtuk a kulcsot, fejbe durrantjuk, azt megyünk a gecibe. Érted, hogy ne kerüljünk trébe. Jó, vágod? Azt kéne amúgy, hogy... hogy hatásos legyen, azt mondom. Igen? Na, hogy? Meg kéne ölnünk ezt a kis faszt. Igen? És elküldeni nekik, hogy megtalálják ők, érted? Hogy ne tudják, hogy megposztult. Tegyük be a ladába, úgyhogy ne lássák, most előjük, berakjuk a ladába, jó? Vagy csak berakjuk, bekötjük a száját, leütjük, hátulról még elálljuk. Megmondjuk neki, hogy kiraktuk valahova a csávót. Közben elkérjük a pénzt, meg mondjuk, hogy a pénzét cserébe odaadjuk. Érted? Azt megadunk nekik egy koordinátát, egy fake koordinátát, közben elvisszük egy másik helyre, ott lelőjük, írunk nekik egy üzit, hogy egyébként nem is ott van, csak szopattuk őket, elmennek, az ott lesz a hulla meg, jó? Hát nekem jó, de már felén elvesztettem a fonalat, megmondom. Jó, van, az a lényeg, hogy most leütjük, berakjuk a kocsiba, rendben? Azt kéne, nem is a pénz a lényeg. Az a lényeg, hogy eltakarodjanak onnan ezek a retkek. Érted? De azért pénz jó, ha van, nem? Hát jó, ha van, de ez ennél fontosabb. Ez már böcsületbeli ügy, hát. Érted? Norbi, kösz az 50-et. Akkor mi legyen? Két hónap. Gyorsan. Hát öljük meg a gecibe, daraboljuk fő. Van nála fűrész, vagy kés lali geci? Nincsen, bazd meg, semmi. Nincsen. Kocsiba sincs? Nincsen. Azt mi lenne, ha csak megölnénk, tudod? Először, de nem jó, mert ha hullat, tudod, akkor nem tudom berakni az autóba, mert szétvér az mindent, azt feltűnő lesz. Nem is kell, azért itt kell hagyni a faszomba. Ja, és akkor a pénz se kell, meg semmi hely. Hát a lényeg az, hogy elpusztuljanak a rákba onnan, érted? De hát 100 000-nek csak örülnél, nem? Hát, megmondom őszintén, hogy de. De ki hát a gecit érdekel? Az jó ötlet volt, amit a Jokerben mondott. Pénzt is kapunk, mert meg is öljük a gecibe úgy, hogy kapunk. Menjen! Na akkor leütjük, berakjuk a csomagtartóba először, jó? Gyerünk! Bazd meg! Figyelj ide, Guszti geci! Szomorodása jöjjön meg! Te mi be vagy a kizbe, he? Állandóan topogsz, mint a gyász. Úgy. Ez be van izénbe, be van cuccozva ez a bro. Ne a Lali vezessen már. Kinyitom a csomagtartót, benyúlok. Pisztolyjal ráütök egyet a tarkójára, hogy elájuljam. Bam! Oszto. Vedd el a telefonját, Lali. Hát viszket a lyukam. Úgy viszket a lyukam, már nem bírom idegileg. Dicsér az anyósom. Benni, kösz az 54-et. Kösz szépen Duplinski a 333-at. Duplinski! Hello! És Laci, összeszúva Csabi az 50-et. Hello mindenkinek! És szevasztok! Most mi a gyász van? Hát a Lali hír. Elküldtem, he. Hát ne üljetek már, most menjünk közben. A jelenlegi helyzet. Menet közben nem tud. Dick, nézd meg, most én kormányozok. Az igen. Mi történik? Ami jó muzsikát be lehetne baszni. Szabinak összen 45-öt. Zavarjad neki. Helyzét a morói lolo sábé kamaptél mándubádél. A marja kivesszük mi a hifit, he? A nagy izé törnipét rak be, he? A törnipétően fenizgulom. Rendes. Amit ezek a gyászok hallgattak, amikor gyöttünk. Mondjam a címét neki.
Murói lóló sávó, kamafél mandu madel, arra keszi a gyomródat. Azt a nali basz meg. Ennyi? Ennyi az egész? Murói lát, tubasztétot, dabikén a tumadó. Azt a kurva, ez ilyen ugornyai, ez egy ork nyelven volt? Há, úgy volt? Hobbit nyelven vagy mi a geci? Hobbit. Csavardi lali. Há, Csavardi lali. A gyász meg ez? Na? Az a törni pé, az a neve neki, hát. Ez az geci. Ez Eddesó. Sukár szántú mura se volt túlszám muró. Kutyáréba. Békás pizza! Mosolj már, bassz meg! Hop, hop! Mi ez a penyegető hozzáállás itt? Megint? Buszulj már el innen! Eridjél már te kis obadás! Figyeljetek ide! Hol a lóbé? Hol a barát? Hol a barát? Az nincs itt! Betettük! Betettük az aciba! Addig, amíg ide adjátok a cash-t. Testvérem. Na, Dickman, kinek adjam a táskát? Kinek adjam a táskát? Itt az öregnek, csapjátok át! Adjad ide! Adjad ide! Na, Dick, akkor szottyat adom. Most figyeljetek, már elpusztultatok onnét? Elpusztultatok? A helyünkről? Azért. Kátadtam a táskát. Na, beledézek. Na jó. Megvan minden, elvileg. Hát nem fogom megszámolni, mert rossz voltam matek von, de a másik akkor követelmény, jó, a másik követelmény, hogy elpusztítotok onnan minden cuccotokat. Mit csináljunk fel, hát már régen kikukasztott. De nem volt benne. Mi az, hogy nem volt hát benne a rák egy kikupasz, geci? Fölidegelsz? Nem úgy gondoltam. Figyeljetek ide! Pusztítsátok el a cuccaitokat onnan, és meg ne lásson még egyszer, akkor visszakapjátok a barátotokat. De viszont egy telepont eleresztek, azt tíz élet belőle. Robbantott csirke a gusztikából. Azt mondom, egy negyed óra múlva nézzék meg, hogy ott van-e még akármi is. Na jó, akármi is ott van-e. Így lesz. Hogyha ott lesz, akkor nyugodtan a testvér dobhatják a vízbe, vagy akármit csinálhatok velük. Nem kaptok negyed óra, 5 percet kaptok, hogy eltakarítsatok. Micsoda, ismételd meg még egyszer? Annyi idő alatt vissza se érünk, legyen 10, jó van? Ákos, kösz szépen! Na, Bence, kösz a 2 hónapot. 7 és fél, testvér. Eridjetek akkor! Ez alatt úgy megy! Sehol! 7 és fél! Nem utolsó, hogy megállszok szalapástól! Legyen annyi, hát! Legyen annyi, menjetek! Azt elgurulunk arra! Azt csörgünk jó, a telefonon, hogy hol van a barátod! Ott leszünk még mindig! Akkor a testvér ugorhat a vízbe, jó van? Úgy lesz, hát! Magdál létesvérek! Merjen bele a passzomat ezekben a retkek pedig! Halöv! Javítsd már meg ezt az... Hát te fogad, hújjon ki, te gyász! 100 emeletes házat legyen, ne legyen benne itt meg, lépj azt a görcs rángasson fel téged, te húgyas kurva te! Hát tényleg az hát, pusztulj már innen a nagy picsáddal! Hát rendes izé, kráterek vannak a combodba, te narancsbőrös geci! Hát, nézd meg, itt hagyták a lenkerek eddig! Ez hosszú séta lesz, pufi tojás! Szomorodjál meg, te daga! 6 millió néző! Wow! Hova tegyük le? Hát nem tudom. A pénzt ideadták. Ideadták a pénzt. Az igaz. Megkaptad, nem? Meg kell. Csak most azon gondolkodom... Vigyük a csávót. Azt nem tudom. Vigyük. Valami nagyon teátrálikus kör. Vigyük a hegyekre? Nem, azon gondolkodok, hogy hogy lenne a legjobb, hát. Ez az akció. Vigyük, mondjam. Na akkor mi legyen? Hát nyugodj már le, hát van időnk még.
De mégis csak hova kéne vinni, érted? Mindegy csak... Szerintem a legjobb az messze lenne, valahol, kívül a városon. Itt a templom előtt jó esz, hát. Ezek úgyis istenpélők, hát menjél benne ide a parkolóba, faszomba. Van nálatok benzin? Hallod, öreg? Nem itt egy temető. Tudod, itt egy temető. Azért hallod? Mondom. Itt, tegnap itt voltam, hát. Jöttem kukázni. Azt beszéltem itt a nagy sírásokkal, itt ástak egy sírt, mert itt lesz valami, érted? Oda! Elföldeljük a gecibe, mit szólsz hozzá? Derül. Utána ide kell hozni őket, hogy itt van. Lelőjük a sírba. Kicsit durva, de a faszbánya, itt van valahol, már össze vagyok kavarodva. Van tényleg? Tudjátok a kiásod helyet? Én nem tudom, de menjen körbe, menjen körbe. Menjen körbe, azt megtaláljuk, ha idő van. Állj meg, szálljál ki, Lali, szállj már ki. Pusszuljál már ki a kocsiból. Nagyapád. Jó, van, szobd le nagyapád, hello. Mit akart mondani? Mi van a nagyapjában? Csak a taknyi összefolyt a nyálnak. Ám, merít, mert megtudta, hogy ez elmarad a babamester, hát. Honnan? Menjél nyugodtan, hát van, ahol van egy kiásod, Gather. Ott nézem, hogy hol a Gather. Van. Gather. Ott van-e, nem? Titititititit, nézd ki! Eze. Jón is. Ha. Sziasztok. Mi van, Lali, geci? Kölcs fel a csávot inkább az autóba, ami ahelyett, hogy sírnál meg, rínál, mint egy pina, bazd meg! Ez igaz, hát jól beszél. Minád van, hangos puncid van. Ide jövök, aztán rávágok a sovak tartalóra, he? De vigyázzál, mert behorpad. Gyere ide, Guszti piam! Nagyon nagy baj van. Éppen takarodjál be, guggoljál befelé, jó? Így igaz, Gusztáv. Terdeljél lefelé. Hanyas lábadban? Mit táncolsz? Hanyas lábadban, Guszti? 16-os. Micsoda? 16. Nekem is pont, az a papucs nagyon tetszik, hát. Nem bánod, ha megöröklöm, igaz-e? Há? Válaszoljál már, te copos geci! Én, de hát halkan beszéltél. Mi az, hogy halkan? Beszólsz? Megint jár a szád? Há? Akkor mi van, ha? Figyelj ide, te retkes! Nagyon nagy probléma van, mert a rákos pereputtyod behette magát oda, ami a rozsda a vasba. És a faszom eldurran tőlük. Ha szemtelenek vagy, több most ismered a nyálad. Há? Ja, mint nekem egy golyom. Éhe, jött egy üzenet, hogy kész vannak, he, átköltöztek. Akkor most mi legyen a következő? Mit írjunk nekik, öreg? Hogy hívás a pontos számunkra, kérjük tartsa a vonalat. Azt írja, várjál, és zongoráz nekik halkan. Rendben? Gusztáv? Elküldtem, he. Sajnos, elmondom neked, mi a helyzet, oké? Sajnos, ki kell húzni a kígyónak a méregfogát, testvérem. Így van, az egyiket, mert ugye kettő van. Hát te nem vagy egy méregfog, de még egy lenkeréknek is gyenge vagy, basszam ki a gyomrod. Viszont a mi komolyságunkat demonstrálni kell önbalak, valahogyan. Így is már ki vagy kopaszodva, mint egy NB2-es fotballpálya. Úgyhogy itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk tőled véglegesen. És örökre. Mit mondanám... Nyilvánosan csináljuk amúgy, Greg. Mit mondanám... Ők ide jönnek. Nem, az a jó, hogyha izén home van. De majd ezt megbeszéljük először. Szóval, Gusztikám? Mi lenne az utolsó kívánságod? Nem tudom, hogy cigi. Hát, arra sajnos nincs idő. Az elfogyott. Az sajnos elfogyott. Az a dohány termék. Hát? Na, Lali, küld az üzenetet. Merre falt kösz az egyet? Itt van, itt át tudják venni a csávót, jó? A muros csávót. Na, gyerünk. Igazíts be a gödörbe, hát. Igazíts már be a gödörbe, Lajosom. Egy-két-három lapát homokot ráként dobni azért. Elküldtem, he. Na jó, van. De erre a pontra hítod őket? Há? Lajos! Menjünk, öreg! Hallod? Amúgy nem hallani engem? Vagy rossz a hangszálam? Vagy mi a rá? Hallani! Én hallak!
Hát bazen megigazítottátok a gödörbe, hát? Ja, hát várjál akkor, várjál, meg fogom, megemelni majd a én lábát hagyom. Neki. Vigyázzál, vigyázzál. Hát a gyászos Lajosnak hiába mondom, a szomorodjon meg. Te már nagyon el vagy képzelembe magadról! Oh. Nem hallottad, hogy megkértelek, hát? Hát minek vagy tartva? Mi haszna vagy, Lajos? Megint? Megvagyok. Mi vagy? Mi? Ó, oh, geci. Jó lesz, öreg? Jó hát. Jó hát. Rákot kieszi ez a gyász, te! A kurva anyádat jöttetek oda! Hát ez is ma szart utoljára csorol. Szegény hát, guszti. Hát, most összeszarta magát egyszer szerintem. Menjünk a gecibe. Ali, üljél befelé. Elküldted a kordit? Igen, elküldtem. De melyiket? Ezt a kordit küldted el? Igen. Hát bazd meg, nem ez kellett volna, hanem itt a templom előtt. Várjuk meg őket. Azt vezessük oda őket, hogy honnan a guszti. Itt állj meg. Csoró guszti, most kicsit lelkismeret fordalásom van. Figyelj, mi lenne, nem kísérnénk oda? Vagy berekünk nekik valami hallottat zenét, he? Persze. Valami egy ceremonikus nótát. Várjál, akkor keresünk egy ceremonikus nótát. Van egy ceremonikus nótád? Hát én azt nem tudom. Majd én mondom, oké? Okay? Porból letünk, sporrá leszünk, ámen. Indomine Pater Noster, Schuster anyád, meg egy Huster. Szomorodás üljön a nyakadra. Rakd be izét, a murosávót, az a jó he. Érted? Kriszti és Bence össze 99-et, Attila az 50-et. Azt a kurva. Figyelj már ide Lajos, hagyd kérdezzük már tőled valamit. Miért van az, hogy te neked mindig valami fasságot kell csinálni, nem bírsz megülni a picsádon. El tudod mondani? Csak most de ezt most csak kérdezem. És most én is bemelegítek az arcodon, oké? Jó, rendben? Mersz egy... Várjál már. Hopp, semmi baj. Mi? Tovább ment. Új, jönnek hát. Hát, nem tudom, Joker. Elem lemerült, minden oké? Az jó lesz a... Jaj. Zsolti, kösz 333-at! Na figyeljetek ide! Mi a táncolsz? Mondjad öreg, mondjad! Figyeljetek, elmondom, hogy mi a helyzet, oké? Okay? Guszti jó van, de azt mondta, hogy nem kér a társaságotokból többet. Mert látja, micsoda? Hogy mekkora egy élősködő putri kullacs gecik vagytok! Hát! Nem beszélj, szépen beszélj! Ezt mondta neked? Nézd meg, ez testvér volt akkor nekünk. Testvér volt akkor ez nekünk, ezt megcsinálta velünk. Hogyne, az volt. Testvérek voltunk. Méltó büntetését a kardos kútiak, meg minden. Érted? Megmerted ezt. Gyertek velem, megmutatom Gusztit. Ami mi csinálhatok vele? Mi az? Te miről beszélsz? Melyik pont tesztet? Melyik gyász? Melyik dementor mondta ezt? Puszulj már el innen! Te ne kérdezzél föl! Ne kérdezzél föl! Ott van lent, megmondom. Utassad már Gusztit, hát. Áttérítették. Egy jó útra gondolok itt. Mert az elárult minket azt mondja, hogy nem érezte magát jó velünk. Milyen nagy pörkölteket ettünk, meg minden. Azt mondta, hogy te neked olyan szagodban, mint egy seggbe baszott daromadárnak. Ezt mondta neked. Jó van, két hónapja nem fürödtem, hát most abban mi van? Na gyertek-e! Én megindult, Gyuszi, hogy megindultál? Gyuszi, hallod? Balázs, köszön 25-et! Öreg ember, hova futód? Meg az, hogy a pitrohattál. Mi történt az úrjában? Hallottéket, hogy hívnak, Tuszi? Engem Terminátor 3, a gépek lázadása. Érted? Ez a neve. És akkor Terminek hívatlak, Termin? Lássátok, arra menjetek, ott lesz a Gyuszi, beszéljétek meg vele. Arra menjetek arra, ebbe a sorba ott végig. Ott van a taliga mellett. Érted? Menjetek oda nyugodtan. Addig elmegyek, szarok egyet. Rendben? Így van.
Beszéljétek meg! Talicskát! Nézzétek meg! Taligálnál! Azt nézzétek meg, mi lett a Gusztikával! Szegény Gusztikával! Szerintem még most menjünk innen a... Mert mit csinált? Mert milyen? Menjünk a faszba, hát! Csoró. Csoró Guszti. Na mi van? Hát bazza, mikor... Ó, Guszti, a rákedje meg a szívét neki, hát! Pedig szegény Guszti úgy szopott, mint egy kis malac. Mielőtt szétlőttük a fejét, haha! Öreg mondja az én szöveget, Hóki. Majd én mondom. A Devla rátette az utolsó kabát. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy ne legyünk szétszóródva. Sporból lettünk, sporrá leszünk, meg Guszti, kinek a szaga olyan, mint a rossz lé. Jó testvérünk volt, nem tudom kinek, mert a gyász kiette a lelkét, háromszor, négyszer, az égre néz fel. Ha még egyszer meglátunk titeket a hákún, a rák kieszi a beleteket. He, álljatok már le! Állj már le! Most nézem! Hát geci Guszti parókás volt! Moret, nézz a szalaggal volt a fején a haj! Menjetek már a faszomba! Nézzétek már meg, hát a paróka a haján meg szokott. Ferdén szalad. Hopp, hopp! Kutyán rimpon. Békás pizza! Álla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 l
Csorro Guszti! Kiszítod a bőrt alólam, reggelre megmeretti. Engemet el nem feletti. Hopp, hopp, hopp! Szomorodjál ki! Állállállállállá! Mit jöttél? Mindjárt kigyar a fákkel, holtál, vagy egy ott állj! Turbo! De a zsebit megnéztétek, van-e benne a fruhá? Lal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 
Zsabó! Na jó van! Te fel tudod támasztani te? Én fel tudom támasztani, nagy sámán vagyok. Várjatok, csönd! Itt van! Köztünk van a Guszti! Itt áll a gödör célén, a Guszti látom is a spirituális izéjét neki. Ú, de kis faszom van, meg a szellemvilágban is kis faszú, nem csak itt. Aha! Mikropéniszű! Guszti! Kire haragszol a legjobban, mondd ki! Úristen! Föltámadt! Struccú mondta, he! Azt mondta, hogy rád... Hallott, te szoláriumos hókuszpók! Te szoláriumos hókuszpók, figyelj Máni! De azt mondta, rád haragszik, ami én... Megerőszakoltál ő többszörösen. Ez igaz? Ez igaz? Ti ilyenek battok, szexuális ragadozók? He! A szoláriumos hókuszpók... Ne hazudjál, baljál szint! Baljál szint, te gyász! Mit csináltál? Te! Erről van szó, most fény derül az igazságra. Az előbújás napja, ne hazudjál! A túlvilágról mondja a Guszti, he!
Jaj, ez... ott volt egy izé, ott a fugát meg kellett igazítani. Vissza az agyarokkal, vissza az agyarokkal. Mondom, a fugát igazítottam hát. Aljas rágadom. Hogy a haja fújjon, kihújjon az össze. Most szegény izé, szegény 95 éves papát izédik ők, battadik ők. Hát, mit terrorizálsz te gyászos? Hát, ketté leszel húgyozva, mint a hóember. Gyere, aztán boxoljuk le, gyere. Boxolni akarsz-e, Brandt? Bármikor kipektetlek, te! Erigy már! Most baszakodtok be, nem? Baszakodtok! Na gyere, 1v1, buzi! 1v1! Te mi? Mi van? Lemerült az elem, te? Álljál le, hókuszpók, geci! Igen? Mondjad! Figyelj ide, te kis buzi! Elmondta nekem a Guszti, elmondta nekem... Te mit ugrálsz? Állj már le, ez egy sportesemény! Nem holmi huligánok vagyunk, basszam ki a gyomrod! A gyomrod! Hé, azaz! A dagadnak már kijárt! PAM! Mi van? Hé, mi van? Én meg se éreztem, te gyászos! Hopp! Pamma tanítom! Dirdur! Puffog is a fejed, te gyászos! Ennyi voltál! Ennyi voltál, te! Te szar, te húgytapos! Most papázzál! Most papázzál! Takarodjál innen te is, mi van? Kell neked is! He! Mit csináltok, he? Nézd meg, milyen... ez nincs izé, síkba. Ezt melyik köműves csinálta eztet? Fő kell hinni a kivitelezőt, az olyan, az ökörhúgy. Az a mackó a drágos. Most már tudom, hogy, mi... Most már tudom hogy miért dőlt össze az a ház, ami ott volt a teleked, mert ez építette ez a gyász. Igen, tetej, van egy ilyen célzók, azt használom, ajánlom figyelmet. Garanciába ki kell javítani itt a izé márványlapokat. Közpénzből megcsinálják a szart, he. Na figyeljetek! Még egyszer nem szeretnék meglátni senkit, mert aztán hamar mindenki ott pekszik a Gusztika mellett. Csak mondom. Most, hogy a Gusztival ez történt. Jó van, mit makogsz már, geci? Mi fogunk találkozni, nem fogjuk mi egymást elfelejteni. Jó van, gyere holnap is. Gyere holnap is, hát. Találkozunk. A tesíradon is itt fogunk tátszolni. Szétri a kocsinkat, így fog. A tesíradon is itt fogunk tátszolni, öreg. Itt a Gusztijén. Nincs baseball ütöm, az a baj. Mit csináltok, hát? Ej, gyere, öreg, ne! Levegyetek a lábalokat! Takarodjatok már innen! Azt a kurva! Geci! Hát kajak, mintha 8. kerületben lennénk. Pusztusz gurusz! Pusztusz gurusz, megmondtam! Azt a kurva! Istenem! Sajnos nem látom a csetet, srácok, de... Kurva anyjukat, ne! Azt a kurva! Hát mi volt ez a lázadás a hajón? Jó kevesen vagyunk ellenünk, bazd meg! Jó van az, ne foglalkozzál vele! Katalizátort ki kellett volna szedni. Megkaparintani. Amúgy az igaz, hát, az igaz. A disznót meg kéne. Hogy... Értitek. Persze, értjük. Ezt is meg akarod baszni, Lali. Te undorító. Nem. Hú, geci. Bocsi, csak tegnapi filmnek a hatása alatt állok, tudod? Mi volt a címe? Hát, milyen film volt? Vin Benzin, Vin Benzin. Vin Benzin. Ja, azt hittem, hogy a dándogost, amit mondtam, azt nézted meg. Egy lány és egy dándog. Na jó, ma, hát most ez a mennyi szégyenkezni való. Tegnap azért néztem a V85-ös Eco gázolajat. Ezt látod? Mit csinál, Lali? Állj meg a szereljük meg ezt a gyászt! Csak tesztelgetem, mit tud, nem kell félnie. Hát de bazeg... Izé, cseréljük a kereket. Hát szerintem, addig rágyújtok egy blantra. Erre föl kell készülni, hát, mert ezek támadni fognak ezek a gyászosak. Azt mondod? Hát azt mondták, érted. Ezek borzasztó, ez a kurva, már 53 böngészőn várjál, keresztül kicsavarom, kipróbáltam, de nem tud működni a chat, sose nem. Sose nem!
Konrád, kösz a 234-et, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kösz szépen. Endre Attila az 50-et, Peti az 55-et, Balázs a 25-öt, nagyon-nagyon szépen kösz a támogatás, srácok. Ha tetszik a stream, akkor nyomjatok már lájkot. Mert tisztára ingyen van. Ma még. Nem lesz maráztatjám? Nem tudom, lehet. Jó, ugye úgy van, hogy holnap... Dehajzó a kabin öreg, üljen fel, nem a miénk az autó. Na jó van akkor. Szóval úgy van, hogy holnap nem lesz stream, de lesz, de nem este, hanem délután. Sékszes beszélgetős cucc lesz. Meg szombaton is. Ez most hülyülés amúgy? De mi? Mi a hülyülés? Be vagy szíva? Vagy mi a geci van? Máté, kösz az 50-et, nagyon szépen kösz. A bankba, hát állj meg a banknál. Itt van a pénz, szétosszuk? Állj meg. Állj már meg itt, hát. Hát berakhassuk közösbe is, de mit bánja a geci. Érted. Odaadom a részleteket. De ne így állj már be, hanem normálisan, hát így nem... Így... Nekem normális. Hát ez a baj, érted? Itt van elrontva az egész. Bazzik, ez hihetetlen. Azt így jó? Hát már sokkal jobban érzem magam. Na várjatok, mindjárt odaadom a pénzeteket. Mindenkinek jár 5000. Ha jó számol. Mi? Mi mennyit kaptunk el? 100 000-et, nem? 10 000-et. És magamat kihagyom, és akkor nektek van 5000-etek. Jaj, érted? De jó szív, miért vagy ilyen jó szív? Bazzik, mert most úgy érzem, hogy a szeretet ünnepe nem sokára itt van, már csak 8 hónap. Ja. Érted? És gondoltam, hogy a barátaim nagyon fontosak, és ezért... Nekik felajánlom a részemet. Figyelj már, menj már oda a kukából hozzá nekem egy univalót, még beszélek az öreggel. Rendben. Na mi a baj? Nem úgy volt, hogy 100 000-et adtak el? Micsoda? 100 000-et tudod? 1-0-0-0-0. Ezek nem adtak semmit. Semmit nem adtak, 10 000-et adtak. Azt mondták a többit meg majd... Na miért nem szóltál, hogy csak 10 000-et adnak el? Mert az a lényeg... Le kellett volna gyanulni mindent. Dehogy is, semmi erőszak, Joker. Te bele túrteng a tesztoszteron, hát. Szétvett az ideg. Rendes kibat cserepesedben, megint ha az idegtől. Pattanásod is nőtt 3 métert azóta. Ne idegeskedjél. Igen, az idegtől, látod? Mert azt hittem, hát ez én. Kirügyezek attól, bazd meg, hogy csak 10 000-et adtak. Én azt várom egyébként, hogy nem sokára jön az anyák napja hajnal, az ki fogsz virágozni, geci, mint az orgoda. Ez is lehet. Én? Hát lehet. Én egy hóvirág vagyok, érted? Az vagy. Hóvirág vagyok, mondjuk ez elég hóvirág. Is. Orgona, ága, baracpa virága. Hello, sziasztok, hello. Szia, látod ezt a kezembe? Ez azt jelenti, hogy takarod gyerünjen a kurva anyádba, érted? Én azt a kurva. Köszönöm. Na. Visszabúgott, hát. Mint a ladába pölengeded a kettesbe, motorféken, úgy felbúgott. Csak még szivatós volt tartva. Na. Most hova lett ez a fogas? Hát mondtam neki, hozzon én való. Gyere. Na várjátok! Akkor mi van? Tényleg 10-et adtak csak, hát? Szóval szevasztok, itt az ennyi való, hát? Van egy kis probléma. Mi a baj? Hát az a baj, hogy ugye adtak pénzt, de elfeledkeztek a te részedről, vágod? Vissza kell majd menni hozzá, mi? Neked azt elkérni, hát? Persze itt van az 5000-ed. Köszönöm szépen. Látod, na, Lali? Na, mindegy. Az szólni kell nekik, hogy adják oda a részedet. Lali, tudod a számokat? Tudom. Valamit írni kéne nekik. Valami provokációt. Hát írjál be nekik, hogy... Azt, hogy a Guszti utoljára még kiszopta belőlünk a tejet. Például. Azt mondjad neki, hogy UC, mint egy ipari fejőgép. Mit írok, hogy... A Guszti utoljára még kiszopta belőlünk a tejet, az UC volt, mint egy ipari fejőgép. Még bőgött is hozzá. Megírom, he. Há. Meg azt is ír nekik, hogy már el tud Evla. Oké? Meg azt is ír nekik, hogy... hát nem is tudom, mit írjunk nekik, hogy te lapátfejű geci. Anyád hátán. Anyád hátán hegedűjén, anyák napja hajnalán, orgon ága, baracfa virága, retkes húgyos picsája. Köszönöm a figyelmet. Kérem, tartsa a vonalat. És azt is írd be, hogy anyák napja, akkor elmegyünk az édesanyjuk, azaz megbasszunk mindenkit. Így van. Meg azt, hogy Igbim paszos tehén. Azt is írd meg neki. Jó. Meg azt is, hogy Torki Gyomri.
I dick is very big. Ezt is így van. Neki. Így van, és még azt is, hogy ez az SMS egy cigányátkot tartalmaz, hónap reggel elsorvadtok. Így van, ha nem küldött tovább ezer nem. Így van, nem küldött tovább ezer ismerősödnek, és ma éjszaka pontban éjfélkor egy tükör előtt le kell szopnotok egymást, és akkor megjelenik a Vladimir, azt akkor ő fölondoz téged. És akkor így nem hallhattak meg, de csak ez az egy módja van, oké? Így van, Lali, ezt mind küldeni? Így van, és ezek után mezítelen kell eldőni félig álló passzal egy négy emeletes salgóponccal, oké? És húgyozva. Ezt is. Csak így tudják ezt az átkot lebakarni magukról. Ezt is írd meg nekik, Lajos. Oké? Megírtam. Elküldted nekik? Elküldtem. Na, akkor ez is megvan. Beteszem ezt az 5000-re kapta, amit kaptam el. Lali, tartozásaidat tudod, hogy hamarosan törleszteni kellene, most nem akarok szemtelenkedni. Rendben. De mint közeli jó barátod... Akkor öreg... Ah, basz meg. Kicsit akkor kölcsön adni, mert hogyha most odaadom a tartozást, nem lesz pénzem. Nézd, hogy nézek el a semmibe. Látod? Ja. A semmibe nézek látod. El, itt se vagy. Meg se hallottam. Oké? Okay? Jó, gázolás. Ez most mi a geci van itt, fogadór? Vagy mi a rá? Ne idegesítsetek már pő. Nem ez az. Vagyis mondjuk van, hát mennyi kell? Egy kis segítség. Ah, faszom. Pusztuljon már innen, hát nem igaz. Nem ez volt az. Ülj már be! Öreg, nem akartál a bankba bevenni? Hát de jönnek a kannibálok egyből. Múltkor, tudod. Lali 50 000-re tartozó, már csak 45 000 marad. Azt tudod, ugye? 45? Hát ez... A tényleg, Lali! Én nem tudom, bazdmeg. Utkor nyertem futóversenyben, mennyit mennyire is fogadtunk? 40 000-be? Milyen 40 000? Hát... $200. Lali, nem vagyok én hülye. Elnézést! Tiszteletem! Teszék, mondom. Jó napot kívánok! Mi a kurva anyád és szembe jössz a forgalommal, te vágódeszka melyik köcsög? Bakpagy te gyász! Azt Angliába vagy? Brexit geci! Leállsz! Azt a kurva! Bázzak, ki vagyok szédünközve? Ki vagyok szédünközve az idegtön? Le vagyok fehéredben, látod? Lajos, ez azért van, mert képtelen vagy megadni a tartozást, de nem akarlak bántani, mert barátok vagyunk. Én is kivetkeztem magamból, most már teljesen lalni. Lebedlettem a bőrömet, hát. Ott áll, nézd meg a bank előtt, a lebedlett bőröm. Azért, mert te így viselkedsz, elárultad a barátodat. Le is vetted a kabátodat, érted? Baszd meg. Menj be, rakd be azt a 2500-et, amit visszaadtam neked az 5000-ből, öreg. Te mennyit ajánlasz fönn a hitközség működéséhez az 5000-ből, Lajos? Micsoda? Ja, hát mi mindent felajánlom. Köszönöm szépen. Visszaadom neki, Lali. Lesz a kis fasz. Jó rapot. Köszönöm, he. Lali, az én tartozásomat adja meg felé! Tudnálom nekem segíteni. Hát rendben, persze, húzz el a faszomba, mert meg lesz ő szúrva. Pusztuljál el. Pusztuljál. Miért voltál benne nekem előbb? Azt elmondd? Te akkor úgy már innen, te hagyd maga, mert szétfejellek. Pusztulj már innen. De miért szólsz nekem? De miért szólsz be nekem? Azt hiszed, hogyha megtehetsz mindent, te ölegen fel vagy? Hát, kék csabálkod. Hogy mit képzelsz magadról? Maradjál már csendben. Pusztulj már innen, te gyászos. Milyen zászló? Mit akarsz az öreg, te Gucci fejű geci? Hagyad már az öreget végig. Bocsoljon egy zöldtűn. Csele boxoljuk le, hogyha nagy faszod van, jó? Hát, hogyha nem kell, akkor jó. Na csele, ha nagy faszod, akkor csele boxoljuk. Gyere, te kis... Na gyere! Gyere, te kis fasz! Na gyere akkor! Rakd is el a fegyvert! Na, dobd fel a kis kezedet, fasztarisznya! Vicceltem! Még mézbomb szitőzött? Há? Pusztuljál oda a lépcsőhő! Üljél a lépcsőre, paszomba! Üljél le! Mennyi pénz van nálad, te? Há? Átadok mindent! Kezeket főd! Ebből baj lesz! Geci! Állik ezt az 50-et! Zoli a 4 hónapot! Kösz szépen! Hát ez baj. Hiha.
Most nagyon szomorú lettem, és úgy látom egyébként, hogy irreálisan sokan vagyunk a mai streamen, srácok, és ez miatt lelkiismeret furdalásom van. Baszd meg. Mi ez a rengeteg ember? Úristen! A dublőröm lesz szerepben. Addig ő átveszi a streamet, amíg elmegyek hányni egyet, amíg föléledek. Köszi szépen! De jó Isten, hát! Lali, hidd el egyben több! Kivó! Lefőttem, mint a zombi a bazd. Betillet takarodnék, kurva gyorsan! Jaj, ne ülj meg! Hey, eredj innen! Lali, gyere ide! Igen. Mondjad! Hát ezzel jó! Ránézek itt az öregre. Fordítom a testét. Látom, tegnap este átmulatta az estét. Jön doktornő, gyorsan is doktornő, lőtsebe van! Azonnal! Jézusom, azonnal jövök, megugorok az úriemberhez. Csókolom, drága. Megvizsgálom a sírés. Jó estét. Az öreged, a barátomat. Azonnal nézem is, akkor van rajta sérülés. Felvették a rendőrruhát, fel! Aha, onnan törtünk kifelé. Várjuk a rendőrséget, már hívtuk. Úristen. Ma meglőtték a lábát. Nem látom elvérezve az úriembert. A lábán látok egy sérülés nyomat, valószínűleg csak éppen karcolta ez a lőtsebb, azon nem megközlem az úriembert, újra lesz szépség. Ezt a bankrablót. Úristen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, is. 10 darab lőszert, illetve 7 darab a hamburgert. Gyerünk uram, gyerünk, mindjárt visszahozom az életet. Gyerünk öreg, gyerünk. Úristen. Még sok hatása alatt lehet. Lehet, hogy sok hatása alatt van. Úristen, Jézusom, Úristen, Doki, de fölállt, fölállt a gugim! Úristen! Jaj, ne! Miért? Nem hát kell megijedni, hát így nem kell megijedni, na! Hát majdnem kiverte itt a szememet is. Hát vigyázzon, mert ez még csak... Is Úristen! Hát még csak a bemelegítő! El kell bújnom! Várjatok, már most itt mit kell csinálni, bazd meg? Ja, aha, Esztert? Esztert kell? Wow, what? Öreg, mi lenne, ha mennénk a faszomba? Hát mehetünk amúgy, mert pont mondani gyere, a barra. Gyere! Jó napot, jó napot! Tiszteletem, tiszteletem! Jó napot kívánok! Kigyöljenek, csak rendben ruhában vannak! Jó napot! Menjünk a gecibe akkor innen! Viszlát! Jó napot! Itt volt ez a Doki, ez megöl mindig geci, ez nagyon nagy karakter ez a csávó. Miért szaladunk? Ne szaladjunk már! Csak szépen lassan! Semmi feltűnés! Ja, csak készülök, képzeld el az olimpiára, nem mondtam neked! Tényleg hát? Azt miben? Távolban nézés? Vagy mi lesz a probléma? Igen, meg üres vagonokat kell telekiabálni, meg ilyenek! Abban jó vagyok én is, hát! Akkor csatlakoztam! Lehet, hogy váltó vagon telekiabálás, és akkor váltsuk egymást! 3 köbméterenként! Micsoda? 3 köbméterenként! Figyelj már, ott vannak megint azok a raklók. Hol? Hát ott állnak geci a híd alatt. Hát látom. Nem is láttam eddig. Azt lövöldöznek. Úristen. Éjj, bazd meg. Na várjatok már. Ebbe a kukába azért belenézek. Azt akarok én is. Azt, nézd meg, hogy pucsilok. Az anyámat. Csoda, hogy az instant kirakom a bult. Érted? Only Pants-ot indítottam egyébként. Csak mondom. Igen? Persze. Only Pants őr. Only Pants őr. Hectornak. Ez igaz. Csak te az Only Pants-ba? Persze. És mi a feltétel? Hogy tudod? 20 dodo. És akkor megnézheted a kártamat. Ezért csináltam, hogy Only Pants-t. 20 dodo. Meg ezért körbefotóztam a 30 centis aranyelemet. Lali, még úgyis tartozik nekem pénzem, mert baszott ide adni a pénzt. Dávid, kösz a 95-öt! Nem menj el! Tartozol pénzzel, Lali!
Csak rág az ideg, bassz meg, olyan helyes vagyok! Várjatok már! Adjaksz a szendvicset? Lali, pénzem kell, nem a szaros szendvicset, érted? Add ide a pénzemet! Adjál már nekem kaját, Lali! A zsíros kenyér már! De mondd el, hova várjál, a központit várjál, nem szállsz meg, már rajta van. Tessék! Ah, kösz! De most kinek adtam itt, és az én pénzem hol van, Lali? Hát ez mondjuk jó kérdés. Kaját. Hol a pénzem, Lali? Ne kelljen eljárni! De egyébként te szerencsejátékonsz? Te szerencsejátékonsz? Ne popázzál, Lajos! Ne, add ide a pénzemet! Há? Mindenkinek tartozol? Há? Nem. Dehogy nem. Ez igaz. De miért csinálod ezt, hogy... 5000-re? De a rák megesze, hogy mindenkinek tartozol? Há? Most kell a pénz! De nincs most a nálam annyi. De nincs ma? Nincs hónap! Most, bassz meg! Most add meg a pénzemet! Azt a kurva, mi történik addig? Valami nagy buli van. Hát most ebből probléma lesz. Ezek a kannibálok most itt fenyegetőznek. Lajos. Joker. Hallotok, bazd meg? Hallotok? Ha hallunk. Elhoztam, gecik! Gecik, halló! Ez hogy kön? Hogy kön? Jaj. Erre van, mire gondolsz, duplavével, gecik, halló! Szevasz! Mit mondod? Mit mondod? Nem hallottam, mire gondolja? E, vave, vave, duplavével, vave. Az első a duplavé. Gecik, halló! Szevasztok! Szevasz! Nézd meg, ezek már baseball ütőben vannak, Geci, hanyan vannak amúgy ezek, há? Hello, hello! Hey, hello, sziasztok! Itt veszek ki baseball ütőt, bazd meg! A pénzemet add ide a kurva anyad, ne ütlegessen! Adri és Robik össze százat, Ádi az 50-et! Úristen, very big, very big, big, very... Very big, big. De Joker picsán lőtték, azt láttam. De hát most miért vagytok ilyenek, hogy kinevetitek szegény? Már rendelkezek ebben a tárgyal? Azt a kurva hárleg! A disztó meg ott halljon tízét, a tököt baszd meg! Azt üssétek ki, he! Szedjétek darabokra! Hey! Mit teszi a disztó a tököt? A kurva anyádat, te gyász, mit zabálod a... Állj le! Nem állsz le! Mit zabálod itt a tököt, te gyász? Normál is vagy? Hé, ne hörögjé! Te gyászos predátor! Kapd el! Kapd el! Kapd el a kurva anyját! Állj meg, hé! Állj meg! Állj meg! A rák kiesze! Üssétek, geci! Nézd meg te! Üssétek! Azt a kurva! Máma tepertő lesz! Jaj, bocsi, ezt nem ide! Feksző! Feksző! Megállsz, te gyász! Gyerünk, Lali! De miért be... De mi ez? Nézd meg, hát! Ez már megint baszná meg! A kurva anyád! Állj meg, hát! Állj meg! Fejezd? Fofozd már, várjál, állj meg, várjál! Hallod, anyád! Simogass meg, Lali! Simogass meg, Lali! Simogass meg, nyugodjon! Jaj, megsimogatom! Ez a disztó, ez tud válaszolni a kérdések. Én baszik azon gondolkodtam, hát, azon gondolkodtam, hogy a Lali olyan, mint a hófehérke, ért az állatok nyelvén, geci. Olyan, mint a izé, a doktor Doolittle. Kurva erős, hogy én elhiszem, de én fogom a disztót, te meg engemet. Hát, ezen, ezen pörlépünk a cirkuszba. Geci. Beteszlek, mert elzsibod a kezem. De most mit csinálsz, Lali? A szomorodás egy ilyen, gyerünk ki a izé placra, így el, gyerünk ki. Megint a Tripper Pimérek cirkuszi mutatványa. 500 a nézési díj. Melyen izék vagyunk, he? Ilyen tornászművészek. Nem állsz le! Menjen oda, azt fenyegessük meg, hogy a disznót visszakapják. 10 000-én. Oké? Okay? Itt a mazsikátok, he? Lássátok ezt? Ezt nem a legyek korták össze, buzik? Hát a fővárosi nagy cirkuszban vagyunk, alkalmazva katás vállalkozóként. Érted? Ez sem véletlen.
Valamit meg kell beszélnünk. Meg kell beszélnünk ezzel kapcsolatban. Azt mondtam, most jól nem akarod vele megtenni. Há. Mozsikám, vele fogok szedni? Rágyújtok már egy cigire, mert nem bírom ezt idegekkel. Faszomban. Nyugi, Mozsi, nyugi! Mostantól mi vagyunk a brémai buzikusok. Hát az látszik, hogy... Csak mondom, a brémai buzikusok. Figyelj ide, a disznót vissza akarjátok kapni? Kőn a disznó? Kőn a disznó. Akkor kérjetek bocsánatot. De... Mozsi, Mozsi! Tegyél le Lajos! Kazi, nyugi! El akarsz tőlük látni, akkor pörgöd leszem belőled! Tessék! Megpörgődök, azt meg belőled! Itt már Mazi, nyugi! Figyeljetek ide! Itt vagyunk már, nyugi Mazi! Mazi! Mazi már, hát berepindjál már! Na, arról van szó, visszakaphassátok a malacot! Igen? Tessék mondani, hogy mi a spesz? Te fiatalabb át vissza! Na mondjad! Szóval, visszakaphassátok! Hogyha viselkedni tudtok, azt még egyszer nem jöttök a területünkre. Érted? Egyszer már kiütöttem egy nőt. Hát amúgy... Tata. Én is! Képzeljen! Mert nagy fenyegetések voltak még amúgy. Nagyon nagy hírek lettek ám. Nagyon nagy hírek lettek. Halljuk már, mi van? Buzi vagy? Ezt tudtuk. Szomszédok lettünk. Ez engem nem érdekül, addig amíg nem jártok azon a placon felőlem, ott is lakhattok anyád hátán is. Ott fogjuk megtartani magukkal a házamatunk. Szerintem mi egy idősek vagyunk, úgyhogy... És akkor mi van? Tisztelet értem. Pusztulj már innen! Sokszor fogunk majd találkozni, tudunk majd együtt tyúkpörköltet főzni. Összefosod magad fiatal ebben, jó van? Hallgass már lehet a kurva! Ulti partikat is... Figyelj ide! Itt sétálsz, a temető meg üres! Kőn a pályás neked is? Engem nem érdekön! Ketté váglak! Le akarod boxolni? Le akarod boxolni? Rád, mert akkor ott megszűnik a nyugdíj! Gyere, akkor félre, de akkor nem segítek egyet! Megint be akarod venni a nyelesmi! Hát ez a baj, látod a jányokkal, ez a baj! Egyengéjük van, az meg a fasz! Öreg ember! Dávid, kösz szépen! Ádi, kösz az 50-et, Laci a fél éve! Van egy bizonyos minimum, amit én ide beengedek. Na 3-2-1, gyere, akkor dobd föl a kezedet. 12 fölött, na jó van, baszek, na jó van. Mi ez a hímzett gúnya? Hopp, azt a... Ahó! Mi van veled? Ahó! Ahó! Jó vagy, mamó? A gyász merjen meg! Körn a pályán! De mit peregszel? Há, mit peregszel? Ez egy sportesemény volt, a rákegyen meg titeket. Erígy már! Gyere dagad! Pám! Nem bírsz a picsáddal? Nem bírsz magaddal? Nem bírsz magaddal? Megint? Megint? Kőn? Megint kőn? Hé! Hogyan vagytok? Hé! Pám! A rák a gyomrotokat! Hubazd meg! Á, szomorodjatok meg, ti kannibák etszik! Hidd már a rendőrséget! A rák megesz már titeket! A rák megesz már titeket, hát! Ezekkel valahogy le kell szövetkezni, mert... Ez meg... Fejezd már! Eszi! Hát nem valók! Geci, már rosszul vagy, amit a ördögűzést néznék, baszik, úgy nörög ez a disznó. Szerencsé, hogy elvég a szemben. Nem bírsz velük. Csak a tájuk nörög, hogy jöte. Nem tudom, ennyi miért van itt, esküszöm a disznóvágáson, nincs ennyi. Van egy jó hír, visszaszereztük a malacot, srácok, gyerünk! Tedd le a malacot! Hát... Böcsöd, egy böcsöd bele, tudja? Ki jöhetett volna mentő egyébként? Fú, bazd meg! Simába. Ez a Kalányos Iramba című rész. Az biztos. Na most elmegyek kukázok egyet, mert
semmi kaján nincs meg minden, azt az öreg meg gumibakon van, nem tudom a többiekkel mi van. Na tessék, háború, bazeg, állandóan az erőszak. Mindjárt sírok. Már mindjárt sírok. Megyünk öreg? Kukázok egy kicsit, mert... sokan vannak fel. Hát bazeg, ezekkel valamit kezdeni kőn amúgy. Nem hiszem el, hogy nem bírnak a jugussal. Hát de mazeg, eltettük a izét. Gusztit megpusztítottuk. Volt nekik elég? Hééééé! Hát mi paik itt, jó napot kívánok, nagy tisztelettel! Csókolom, kívánok! Hát mi a rákos, brantos, húban, hemperget, csámpás lábú, repet sarkú kurva élet paik itt? Hát? Igen, segíthetek, uraim. Hát ez itt magánterület, jó napot kívánok! Igen, a szóval... Játszunk orosz rulettet? Itt van ezen a boton. Olvasd el, mi van rájött? A kurva életben! Ne üssél vissza! Ne üssél vissza! Pakolják ki! Én nem ütök. Jó, rendben. Hey. Mivel tartozom, uraim? Az összes minden, ami nálam van. Pont annyi. Hát figyeljen. Egy szál harangvirág. De szép ez a dolog. Na figyeljen ide! Itt a barátom, ez a fogas. Az már benyúl a zsebedbe mindjárt. Ez a szép sütemény. Hát, ez a seteményes tálca. Petik össze az 50-et, Ákos 99. Igen, de van 9 aceton hely. Ej, azt mivel körömlak lemosó minek a nekem? Mi az, hogy hát, ez hát itt semmi nem a tiéd, még a ruhás se hely. Kötszeredet is elveszem, meg ott 5 darab vizetet is. Megvan. Egy szál, harangvirág. Most ez fog menni a fejembe, baszol. Kukázni akarsz, vagy mi? Aha, egy kicsit kukázni. Mert ezért se kajám, semmi. Azt utána elmegyünk a izéhő. A autókereskedéshő. Nincs valami új Verda, nem tudod? Nem, meg kell nézni. Valami lelakott putrit akarok venni. Azt tudom. Peti, kösz az 50-et, Ákos a 99-et, Laci a fél évet, nagyon szépen kösz mindenkinek. Srácok, nyomjatok meg egy lájkot. Hány like van a stream elne? Stream elne? Egy like mérőt fog kitenni, bazd meg, mindig elfelejtem. Meg sosem működik. Há, lesz maraszt? Én nem tudom, lehet egyébként. Ja, esélyes. Szerintem igen. Nem tudom, van kedvem. A múltkor egyébként rasztoztam a stream után még. Mert ilyenkor el szoktam menni, farmolok egy kicsit, hogy a streambe. Mert a kannibálok oda jönnek, bazeg, azt ledarálnak. Úgyhogy, srácok, nyomjatok már egy lájkot, mert tényleg fontos nekünk, léci. Ne legyetek már ilyenek. Ha tetszik a stream, vagy itt vagytok, vagy szeretitek, vagy nézitek. Mondjuk nem tudom, a nézők hány százaléka nem szereti. De akkor miért nézi? Na mindegy. Ilyen technikai kérdésébe ne menjünk bele. Nyomjátok már meg a lájkot, bazd meg. Értem. Ne legyetek már ilyenek. Hajnali egykor is megtámadtak. Amúgy igen, igen. Meg voltam támadva. Rendesbe. Van, aki trollkodni jön. Nem nagyon látom én, hogy trollkodnak. Vagy lehet, hogy csak én nem látom. Meddig lesz live? Nem tudom. Azt a, láttad ezt öreg? Ezt még soha nem láttam ilyen életemben. Oh. Engem mindig támadnak? Engem? Hol van, ne is van. Én vagyok a maga egy támadás. Nem szoktam látni rossz kommenteket egyébként. De gondolom ez a... Horuszett. Munkájának köszönhető. Csabi, kösz a szubot, Szabina, kösz, Adrián, kösz szépen a 25-et. Sanyi, kösz a 25-et, Sanyi! Sanyi, Manyi! Ami fontos, hogy ugye az volt, hogy péntek-szombat nincsen stream, de most lesz délután. Vagy délbe, még nem tudom. Ilyen dumáló sékszezős megmozdulás. Mit csináltok, hely? Mémberekszel? Magánterület, mémberekszel? Terület magánberekedéses verekedés terület? Magán. Balázs, kösz a 100-at, Adrián, kösz a 25-öt. Kösz szépen.
Lajos, megmondom őszintén, tele van beled a faszom. Ajaj. Érted? Be kell drogozni. Nem bírom ezt a stresszt. Azt a kurva. Jocó, kösz az ötvenet. Mária, ott van, he. Jönnek a beefek erre a zenére. Ezt látod a streamre majd benézve. A gyomrodat tette ki a bánat. Elkenni a Hector megint a szádat. Jönnek a putris gypsy legények. Szét lesznek csapkodva, mint a lepények. Alám jöhetnek, beverem a faszba. Tartozol bármelyik raszba. Jó. MC Hector, az igazi buzi detektor. Na menjünk le! Csillapít, mint a plektor. Azt a rohadt eget, he. Be vagyunk állva. Az égig föl-föl szálva. Lajosi szíja ki a pitmát. Nyakon vágom a kis csicskát. Az oldalához szorítom a bicskát. Durantom neki a verbális fricskát. Szíd ki Lajos a tőgyet alólam. Szíjad a tőgyet alólam. Tőgyszívó. Szívásos tőgyes Lajos. Dávid, köszön, így húszad! Kösz szépen! Nem mutatja, még kommentelni se tudok. Az hogy lehet? Még szuktak se tudok lenni. Mi? Baszik, Dávid, téged kibangoltak a... az atmoszférából. Úgy látszik. Ó, be vagyok a lassú, vagy Joker. Meg kell enni a zsömlét nagyba. Aztán elmegyünk rasztozni a faszba. Még mindig szomjas az öreg bazdnek, hát ez hihetetlen. Itt a tebe! Miért a tebe? Ugye azért kell betépni, hogy legyen pajzsú. Várjál már, geci! Várjál már! Jó van! Hát nem látod, be vagyok szédőmbe. El vagyok kékülve, rendesbe. Itt állok a sarkon, csendesbe. Úristen, rendőrség! Hát mi történik itt ebben? Hát lövöldözések vannak itt, hát. Hol? De ezek a putrisok lőnek állító. Ííí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 í Úristen, mit csinál maga? Azt a... Ezek a kannibálokkal nem bírsz. Na, jó beköltöztek oda. Nem baj, az csak ne menjenek a mi területünkre, mert akkor durva box jön. Durva box. Táncol öletek! A kurva anyádat te! Komolyan már! Úristen, valaki lőtt. Normális? Hát, én komolyan mondom, ilyen kannibálok vannak itt az úton. Megállok tankolni majd a kúton. Lajos, kéne kölcsönt 100 000 dollár, tudnál segíteni? Hát de nincs annyi. Nem, amennyi mennyi van akkor? Zárd le az kocsit! Dávid, kösz a 25-öt! Na várjál! Motorok! Illegál! Nem tudom, szokott frissülni a jármű kívánat? Nem tudok róla semmit. Ez volt, ezt láttam, eztet is. Azt a micsoda kocsi, úr is tokát teki. Mercedes AMG. Úristen. Ilyen nem van. Azt a 7 meg a 800 mézé matrica volt rajt. Ezeket már mindet láttuk szerintem. Na, talán ezt nem. Az igen. UFO Honda. Ki a Stinger? Az igen. Bömbölő. Az igen. Mustang. Tesla. Az igen. Az igen. Csak kurdozsákban. Azt a Skodrász? Azt ezt nem is láttam még. Az Octavia testvére. Az öreget. Ezt se láttam, hát akkor vannak új szecskák. Fú, ez az autó, ez geci menő amúgy. Tuareg, Kintli, Bentley, Camaro. Camaro az élet! Hát, nincs nekünk való, bassz meg. Na mi van? Hova megyünk? Bomba!
Lali vesz egy autót, képzeld el! Melyiket hát? Egy olyan tartozását! Nem tudom! Melyik kocsit akarod megvenni, te gyászkoporsó szög, retekfészek, putri állat? Ha? Micsoda? Melyik kocsit akarod megvenni? Hát majd meglátjátok. Abból kiindul, hogy azt mondta, menjünk a bankba, nem tudok másra gondolni, érted? Valami meccs van egyébként? A pénz, Lali, ha? 2-0? Micsoda? Ezt én intéztem. Szóljatok már, hogy azt a kurva... De mit csinálsz? Kurvege. Hát hol a zebra? Papucsos? Hát ez hihetetlen. Hát azt nem hiszem el. Hát de maga látja, hogy zebrát itt szaladgál az úton? Hát ez mi történik? Hogy menne? Szerencsétlen. Négy kerékkel, nyomom a gáz! Egyben van még, uram. Még egyben. Szóval én mondtam, az áldást az én nyerünk. Érted? Szóljatok már nekik, hogy épül a stúdió, be kell rendezni. Érted? Fasz meg. Renault Turbo. Nem tudom, ezek egyébként az enemiknek, ugye a putrifészkeknek vannak ilyen jó rozsdás kocsiaik. Azt adnám, hogyha lenne egy ilyen igazi leszakadt putris szar. Az nagyon jó. Ami passzol a image-höl. A image-höl. Nem tudom, milyen meccs van egyébként. Úristen, rendőr úr, hát mit művel magunk? Jaj, biztos úr, miért kell basztatni? Jogosítványt, ez a rendőr egy... Mutatom a jogosítványom, addig! 11. Ez igaz? Tényleg mutatni kéne a jogosítványt, mert ez problémás. Azt a kurvát, anélkül már meg se tudsz fordulni. Hát muszáj. Azzal most üldözni fogják ezt a remek kocsit. Ahogy fogják? Azt, ez hihetetlen. Jaj! Joker, vegyél már betsz a Noxot, hát. De nem én voltam a Lali, én csak véletlen volt. A Lali volt? Te voltál Lali? Mi micsoda? Te lőttél? Ne lőjetek már, hát. Oh. Ismerk össze 100-at? Rendőr utánunk, csak mondom. Hát bazzi, mit csodálkozol rajta? Ebben baj lesz. Mi van? Lengyel? Egyszer voltam Lengyelországban. Kiskacsa fürdi. Egyszer. Azt a kurva. Ez rossz nézni, Lóker, hát. Mind meghalunk. Ha mind meghalunk, mi? A csodba az öved? Mert most mi lesz, főrepülünk? Vagy mi a Harry Potterbe? Azt hittem. Ez zsákutca lesz ám. Azt hiszem. Segítség! Úristen! Jóri, mert beakadtál. Jó tett a gyász, ott teszi meg. Reggelig. Tomi, kösz a 25-öt? Hát mondjuk. Mondjuk az jó lehet. De most már körözik ezt a szart. Átként festetni. Jaj, jó, igen. Van, hát majd átfestetjük. Hát, Lali, ez miattad van. Miért? Magyar siker. Wow, meg wow, wow, miért lőttél rá az izére? A csávóra, ha? Ja. Hát, bocsánat. Ja. Ezt tudod csak mondani, hogy ja. Ne legyetek már kannibálok, baszd meg. Tiszta vér lett a kocsi. Úristen. Ó, és mi legyen, ha? Ajaj. Igen. Menj már hátrébb! Hát még! Hát baszik! Oj! Én ezt nem is kaptam! Normális vagy, öreg? Ez nem én voltam. Le akartam tekerni az ablakot, azt elsült a fegyver. Fasz meg. Most a rendőr ott meglátott minket, hát. De miért? Hát mit kell petárdázni? Menj már az autókerhez, hát. Pusztulj már az autóker, nem látod, hogy 8-as a körözés? Jól vannak? Mi nagyon jó vagyunk, köszönjük! Ja, jó vagyunk! Robbanásra adottunk, biztos jól. Igen, egyébként, ott voltak valami kannibálok, ellopták a gázcsövet! Megflexelték! Azt a kurva! Gyerekek, donáció! 10 millió! Tibi, kösz az 1200-t, kösz szépen István a 100-at! Domi, kösz a 25-öt! Hát a kocsi, van kocsid, Lali? Van. Nekem van egy nagyon jó kocsim. Menjél, Lali, a kocsiért és gyere ide, siessél! Itt várunk, Lali, siessél! Szállj ki addig, Lóker! Lehet, kiveszem az enyémét.
Menjünk ki, kérdezzünk meg embereket. Benn vannak a izény, nagy rendőrök elvitték. Nem Drago. Nálad van a Joker? Mehetünk? Itt átülök, várjál! Gyerünk! Na mindegy, menjél, menj! Menjél már, te gyászos! Menjél már! Pablo Escobar című remixet hallottuk. Betekintést nyerhetünk, micsoda muzikális élmény volt. Látod a Lajossal ez a baj, azt a kurva. Mi a geci maga? Mi az, hogy álljanak félre? Hát minek hiszi magát ez? Azt a kurva, milyen drift course, hát 90 fokot kanyarodik a kerék, testvérem. Bazd meg, ez el is romlott teljesen. Teljesen el van romolva. Te azt miért kéne pérre állni, há? Mi vagy te? Há? Minek hiszed magad? Jaj, bárpa! Nének kéne pérre állni? Pusztulj már el innen! Mondom a helyzetet! Mondom a helyzetet! Ha megfogod magadat, elrakod a fegyvert, mert össze van szarva a nadrágod, ahogy látom. A kis két centés... Elmondjam miért? Azért, mert úgy leszoptál, hogy beszartam. Esküszöm, így volt. Érted? Azt megkaptad te gyász. A nézésemmel, ez a nézésemmel történt, csak mondom. Azt a kurva, milyen menése van magának? Úgy megyek, mintha jönnék. Úgy megyek, mintha jönnék, Dick. Ennyi idős, amúgy. 75 000. Egy idős vagyok a holnap. 6000. Esküszöm. Nincs itt egy játék. A dinókat is úgy pofosztam, hát. Gigán rúgtam a T-rexet, az kipekült. Habzott a szeme szája neki. Mondom, 75 000 vagyok. Az hát. Igen, mondom, nem semmi. Esküszöm. Nem szar a gurigázik ön. Há, én voltam a fáró, meg minden. Na itt vagyok, bárki is elmondom. Nem semmi. Nagyon brutál. Azt lássátok, hogy nem tisztelitek az öregeket. Na most mi a fasz? Ezt vetted, Lali? Ezt vettem, ezt a szar. Azt miből, az 50 000-et mikor adod meg? Motion fasz. Hát azt megfogom. Öreg az egyedül, hallod? Ezt a szart. Kösd be magad, öreg. Az mély piros? Olyan, mint a izé, fasz, amit szopkodni szoktál, a dándogé. Az én piros. Át akarom festetni. Milyen színűre? Édik! Gyerünk! Ti! Ezek a csövesek, hát? Hát azok, hát. Hát mit hittél? Nagy kannibálok. Féged van, faszfej! Add fel magad! Jó vagy, Genyó? Megintünk biztosan így! El kell kapni! Jó napot kívánok, álljanak pér! Mi? Most már 2-2 van? Tényleg? Ne basszatok már! Ez előbb még 2-0 volt, Dick! Állj meg! Úristen! Mi történik itt? Oha! Figyelj ide, kopasz! Még egyszer lepejeled a kocsit! Össze fogunk zúzni! Véged van, faszfej! Add fel magad! Hát te mit csinálsz? Azt a kurva. Normálisak vagytok, bazd meg! Hát Dick, ez mi ez a dodge-emezés? Ezt nem is bírom idegileg nézni se. Hát én kiszállok a faszomba. Azt a kurva eget. Kiszállnál a kurva autóba? Hát! Nem tudsz vezetni? Nézd már a kezembe! Gyerünk, Lajos! Menjél a iszi szerelőhöl! Szerelőhöl! Megyünk! Jaj, hát összeesett a húsdoboz, hát! De hogy a faszomba lett 2-2 10 perc alatt? Szegény! Csak kérdezem. Csak kérdezem. Mi történt? Cigi szünet volt? Kapusnak, vagy mi? De hova mész, hülye gyerek, Lali? Hát a rossz irányba mensz. Hát tudom. Bazzik, te egy nagyon nagy izé vagy. Egy tájékozódó szörny. Egy térképész. Esküszöm. Robocs, csak közben beszéltek a fülembe. Mit mondtak, hogy buzi vagy? Hangokat hallasz, Lajosom? Hadd szálljak már ki előtt. Ezt nagyon marék. Gyere.
Jaj! Istenem, geci! Komolyan vallam. Öreg! Pusztulj már, Lali, tényleg, hát most ezt komolyan csinálod? Ez komolyan? Mi van, öreg? Há? Nincs ez szerelő? Nem megyek ezen a nyomorékkal. Pusztuljunk innen, hagyjuk itt a gyászba. Akkor annyit csinálj meg, hogy javítson már meg ezt a fostelmet. Hát, szét lett nyomorgatva, mint egy pattanás az arcomon. Ricsi, kösz szépen az 5 percet! Nem 10 perc volt, 2 perc alatt. De hogyan? De milyen csináljátok ezt? Jó napot kívánok, tiszteletem, miben segíthetek? Jó napot, hát igazából semmire. Az jó. Ú, pedig már láttam, hogy a kamarót fogom bebordi. Ezek a szerelők, gondolom. Na? Kérdeztél, mert csak amit hallottam, hogy ha? Na mondom, na, mennyi, menjünk a passzokba. Na, azt gyerünk hittem, a gecibe. Ha. Nem. Szevasz, Bozi Lali! Nem, már ki van szomorodva ez a Lali teljesen. Azt látom rajta. Nem bírta feldolgozni. Azt az örömöt, hogy beadtad neki a nyelest. Megkérdezted tőle, hogy mennyibe került az autó amúgy, ha? Nem, még mennyi volt, tudod? Hát, nézd meg a bolti árat, szerintem le is ide. Az gyere, nézd meg! Oké, nézd meg! Mennyi? Kilőtt ránk a lalit. Visszalőtt a buzi! Visszalőtt. Ilyen világot élünk. Álljunk csak meg. Assz a kurva! Ez mi ez a Berki stílus? Berki fékezett egyet, hát! Mi ez a stílus? Koronavírus? Csácsa, hello, szevasztok mindenkinek, pacsi! Ha most egyébként hamarosan vége lesz ennek a streamnek, és valószínűleg grasztozunk. Ha megyünk, azt lecsekkolod az árát! Hát, geci, se érdekön. Én megyek izéni. Most a sátorom belindítom a Windows 98-t, azt indítom a rüsztet. Csak mondom. Igen. Megvettem a Steamot. A 98-on, jó, akkor egyébként 5 számjegyű az az autó, és 4-es felett van, 4-es felett. Az 5000-et meg alig akarta megadni, mint akinek a fogát húzzák. Neked meg mennyivel tartozik? Az nekem 50? Már 50-nel, hát. 50-nel. A faszom, Lali, vagy kilőtt ezt a szart? 50-nel! Menjünk rüsztezni. Írjátok, hogy nem árk. Vissza lehet nézni ezt a streamet, aki lemaradt. Srácok. Most hova megyünk hát? Most hova mész, Joker? Lalitól a pénzemet nem kértem. A Lalitól a pénzemet nem kértem vissza hát. Hát úgyse fogja odaadni. Egy beré. Van, mert azt mondta, hogy odaadja, el fogja felejteni. Azt mondta, hogy levette, csak pont beszállt az autóba. Nagyon jó a rusz, most mit izéljetek? Nem környezéljeni. Hát nem hiszem hát. A Csiresz Lali nem hiszem, hogy jön, ezért nem is fontozunk meg. Most rüsztözni van kedvem. De nem már. De mi az, hogy de nem már, baszd meg? Amikor vége a barátok köznek, akkor is ezt mondod? De nem már. Ne csináld már ezt a fecet. Aszta, mi történt ott? Jézusom! Úristen! Jó napot, jó napot! Itt mi? Mi folyik itt? Mi folyik itt? Éh, hagyjon már békén engem. Mi folyik itt? Méletileg ez az úr el akarta rabolni ezt az urat. Aztán hát ki tudom, is mi Audi-ban ütött, hogy hülye. Na, maga bilincselte meg ezt a fogas gecit? Dehogy is, nem tudom, bilincselni. Eze? Ez ki van feküdve? Hát leesett a vér, vagy én nem tudom. Elfolyt a magzatbíj. Lekapcsolom róla a bilincset. Éj, közhe. Mit lősz? Te, fogas. Há? Igen. Mit lősz? Mit lövöndezel? Mi az, hogy mit lövöndezel? A setkáboly vagy, vagy mi? Há? Hát de te is mit kilőttél? Nem ez a kérdés! Mit lősz? Azt a kurva éjjel. Há? A gyász kiber! Éjjel! Há? Lősz?
Lőnsz! Megint lőnsz! Azt a kurva az anyámat basztam. Hát azért mondtam. Figyelj már, Lorius, mi történt akkor? Mondjad csak! Hordnej! Megállítottak ketten. Barátok, köztes sose lesz vég. Kösz szépen, sólyom a 25 millió forintot, köszi! De várjál, már ne hazudjál, még fegyvers is nálam el, ne basz. Hát dehogy ne, hát itt nálam. De várjál, ezt most megnézem itt a izét, be van horpadba. Nézd meg, hogyha van nálam fegyver, itt rahagyjok meg. Szia Ádi, hello Ádi! De akkor az öreg bassza ki a szádat, úgy rendesen telibe, hogyha nálam találsz fegyver. Szépen beszéljen! Mit beszélsz csúnyán az öreg erőt? Nem látod, hogy egy rokkant nyugdíjasról van szó, aki nem bírja a stressz? Ez igaz, hát rokkant vagyok, meg nyugdíjas is. Jó, nem ezt a kurva anyátali, ez a baj a Lajossal mostanában. Ez úgy jársz, mint a Guszti, Lali geci. Hamarosan úgy jársz, mint a Gusztáv. Érted? Ó, gyász egy gyerek. Guszti lesz belőled is Lajos. Mész a levesbe, úgy jársz, mint a Gusztáv. Azt a kurva! Az Isten van szó! Eftem hallottál, hogy mit adott a gyerek? Látod ezt? Azért. A büdös tojás Lalinak a kocsija, ez is amúgy. Nem tudom, kocsit el lehet adni ebben a játékban? Már úgy értem, hogy... Mi a geci? Ez mi volt? Vajon fölrobban? Vagy kibírja hazáig? Leparkoltam, geci! Ha-ha! Valószínűleg ez egy varázslatos iskolabusz lesz. Geci. Már úgy értem, hogy úgy el lehet adni, hogy NPC-nek vagy ilyesmi. Látod, milyen, hogy itt hagytam ezt a jó kocsit? Baszd meg. Sejhaj, lapacsom, nyálasz meg a pamacsom! Hát ott szomorodjál meg, te szerencsementes verém! Há! Há! Hát beköpte a gyártyát, no. Hát az mi van akkor? Traktorozik van meg is. Nézd meg az öreg, nézd. Jó napot kívánok! Mi folyik itten? Most hítak engemet. Nem tetszik lenni. Belement az új felhűbe. Most hítak engemet. Faszom van, hogy itt vallási vészhelyzetek vannak. Megmondtam már, menj el ezzel a forrót. Szosfakaték, hadd el is van. Adjad neki, mit szemtelenkedsz el, runcájsz? Nem bírsz a májaddal? Nem bírsz magaddal? Megcsúsztam. Hallod, add már ide ezt a golpütőt, hagyd nézem már meg, D. Hallod, taga? Mi a Ihe, azt mondom, szőrös vagy, mint egy izé. Gyere már egy cimborába, biztos értékelne téged el. De jó vagy, hát. Értékelsz engem, szexi fiú. Értékel téged a gyász, erigy már. Hát olyan mőszőröd van. Jó vagyok, csak pihenő kell. Csak a mellett. Borzasztó. Ide figyelj már, te azt mondod, szia van. Te kihez beszélsz? Kihez beszélsz? Akarja a gyász, erigy már innen, hát. Gyere csak ide, Lajos! Várjál, csak bemutatom neked a kapafogót, az főszok téged az égig. Jó. Fritze, ez mind a Lukaslag. Gyere, na! Gyere! Szevasz. Lajos, gyere már ide, ha nézem, mit találtam neked. Egy Transformers Optimus Prime, hát. Az anyám. Ki kezdett csókolom? Hát most ezt nem is tudom. Hogy vagy? Hát én jó vagyok, és a maga. Hogy tetszik fel lenni? Tetszik a fogad. Nem szép párt alkotom. Hát az megblankó. Megblankó. Sekszőt, hát. Az anyám, látod ezt a buziskodát? Mi azt a kurvágát? Hát, bozd meg, ezt nem hiszem el. Essel legyek hortánk össze. Ha megfognád a bokádat, én meg megmutatnám neked, hogy milyen jó. Éleg, várjál, várjon. Begyed, hát, begyed, húkuszpó. Várjon. Azt a kurva. De miért magyar erőszakos, hát? Operatőr nem szól közbe.
nem direkt. Mit papaszkodón, hé? Normális vagy? Elfogadónak kell lenne mai világban. Mosolyogja. Te nagy buziskodások mennek el. Ott már csattannak a szőrök. Érintkeznek a bőrök. Ha mikor folytatjuk, szexi fiú. Az anyámat hát. Most már elég lesz. Van engedélyem. Figyelj már ide, te puhos tojás. Ezzel mi van, ebben lemerült az LMH? Figyelj már, adjál már egy ilyen golfütőt, hagyd nézem már meg, mert nagy golfos vagyok. Halló, mutasd már meg. Még egy ilyen ismerősöd? De kicsit félős a fogas úr. Mutasd már, kösz. Éde nagy vagány. Nagy golfos vagyok. Gyere, megmutatom neked, hát. Jó, már kicsit félős. Figyeld, úgy szoktam, hogy így van a labda. Hát mit csinálsz? Normális vagy? A brankiás. Várjál, mert gyakorolok. Gyakorolok most egyet. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hé? Hurkásra csapkodlak, bírsz a picsáddal? Hé? Milyen nőverő? Ezt nem lehet eldönteni, hogy ez nő... Te normális vagy, te gyászkereszt? Most itt mi történik? Ki jut ki? Dani Vigetszi. Itt fogta kettegyve. Mi van, hé? Mi van? Ez... Mi... Ez nem a izé csekettő, mit bámészkodtunk, gyászkeresztek? Hé? Te normális vagy, hé? Te nem bírsz a lyukaddal? A gyász megver. Jó, nagyon elkaplak. Nézd már milyen jó szokja. Rájöttem a... Kurva gyárdott te kedves! Szerintem te is a fiúkat szereted. Pusztulj már innen! Kutakozol el nekem! Azt a kurva! Én 5 Ero vagyok. Így jönnek a pakabátok. Honnan van golfütőt, hát? Izé adta a karnibál. A karnibál adta. Bassz meg! Menj innen, Tata! Figyeljél ide! A megállapodásunk szerint nem győztök ide, mert ki leszek fektet. Mi az, hogy dehogy nem? Állj meg, ha hozzád beszélek, te! Mert leverlek, mint a pölázott vakulatot. Állj meg! A gyász megver tégedet, he! Megmondtam! Ide győztök, végetek van! Ide győztök, végetek! Mi van? Öreg, mi van? Ennek a karja fehér, a feje meg feketedik. Hát most mi van, akkor kőművesben van lebardulva. Nem láttam még ilyet? Nem láttam még ilyet? Nem láttam még ilyet? Dik, az 101 kis kutya. 101 kis kutya! Bongo, he, úgy hívják a Bongo a 101 kis kutyából. Szörnyel a deprász. Gyere ide, Bongo! Gyere már ide, csöves geci! De nem bírtok magatokkal? Hát! Meg lett beszélve, meg lett állapotban! Most azt akarjátok... Most Gusztira emlékezzetek, hát! Emlékezzetek a Gusztira! Pusztulj már innen, te tragyó! Erígy már! Hát! Adjad az űrdongónak! Mert az árnyaknak dolgozik ez, meg ki a gecik vannak abba a filmbe, hát? Itt az árny! Pusztulj már innen! Hát! De most mit ütsz? Mit ütsz? De most miért ütsz? Miért ütsz? Te gyász! Hát most mi a kurbanyátok van? Hát? Leállsz! Te is leállsz, Lali! Faszomba már! Hát nem hiszem el, hogy mit kell idegesíteni. Benni, kösz szépen a szubot! Gábor, kösz az 50-et! Lajos, kösz az 50-et! De szihetetlen mi van innen. Álcák! Azok, bazd meg! Azok álcák! Srácok, ez most ennyi lesz mára. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Mindjárt visszajövünk Rasztal, nem tudom ki fog jönni. Egyszerűen el kell fogadni, hogy... Nagyon szeretitek az RP-t? Na, nézzük meg mennyire akkor. Mutassátok meg. Érted? Mit tudom én? Érted. Aha. Lőj egy izét, egy selfit a gombás lábúj közedről. 3-2. Kinek? 3-2?
Adom a rasztot. A nyakunkra nőttek amúgy. Igen, itt már valamit ki kell találni. Három, kettő. Azt a kurva. Úristen, Jani. Hát ez erp is kurva jó volt egyébként. Szegény Gusztit egy kicsit sajnálom amúgy, de valakinek bűnhödnie kellett. Úgyhogy ez van. Valószínűleg most megyünk rasztozni. Általában így van, srácok, hogy két óra RP, és két óra valami más, ha kiadja. Úgyhogy nem tudom, azért egy nap négy óra stream az nem kevés. Vagy igen? Azért nem hiszem, hogy az kevés. Vagy igen? Azt tudtatok, hogy mindig több stream van, mint amit nekem elő van írva egyébként. Úgyhogy... Nézem közben a csetet. Hát hogy ne lenne elég, bazeg? Ne vicceljetek már. 8 óra minimum. Vannak ilyen kannibálok, akik nagyon sokat streamelnek, nem tudom hogyan. Mondjuk más a mentalitás, mert itt nem esport van, hanem duhajkodások. Christopher, kösz szépen, hogy nem csináltál semmit. Hello. Fazmó lehet? A múltkor kipróbáltuk a fazmot, nagyon nehéz lett. A streamen kívül ki kéne próbálnunk. De van még egy-két játék, ami ilyen tarcsiba van. Úgyhogy... Úgyhogy el van. Én nem érzem azt, hogy kevés lenne. Úgyhogy... Ez van. Oké, úgyhogy mindjárt megy a rüszt. Kösz szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Fontos, srácok, hogy nyomjatok már egy lájkot, ne legyetek ilyenek. Mert... Az visszajelzés is fontos. Mindenkinek, aki szereti. Oxymoxy. Fixipoxy. Sipisopi. Na mindjárt jövök rasztan.